time to wake up now. És most, hölgyeim és uraim! Után vagyunk. 18 perccel. Jó reggelt kívánunk mindenkinek. Hello, Feri, hello, Jani. Hello! Sziasztok! Hello, drága hallgatók, itt vagyunk. Szevasztok! Jó hideg van. Fú. Három fok, gyerekek. Hát nem mondom, hogy... Nem mondom, hogy rázott a rögés, amikor beültem az autóba. Hogy ez nem jó. Nekünk. Igen, ez nem jó. Ez nem egy barcelonai időjárás. Na, ha elszoktunk tőle. De elszoktunk tőle, hiszen olyan sokáig voltunk kint, hogy az ember azért érte. Csoda, hogy nem lett akcentusunk. Mi legalább egy 24 órát töltöttünk ott. Igen, sűrű volt. Néha ilyen 48 nap tűnt. Voltak olyan pillanatai, de egyébként tényleg nem voltunk kint túlságosan sokat. Nem. Ez az. Jézus Mária, ez a népszínházon céljörjük, és ez miért nyomódott meg. Na, szóval jó volt, így van, hát visszatértünk, mi már ugye, mikor nem is tudom, már annyira összefolynak itt a napok. Vasárnap reggel jöttetek. Mi vasárnap jöttünk, igen, vasárnap jöttünk. Ti mikor jöttetek meg? Mi tegnap előtt, mi hétfő, egy nappal korábban, ugye én egy nappal korábban mentem, egyel később jöttem, úgyhogy mi egy picit kitoltuk a dolgot. Jó volt. Jó volt, jó volt. Hát bebizonyosodott sajnos, amit egy picit féltem, de hát egy nagyon nagy jóstárcsik nem kellett hozzá, hogy megjósoljam, hogy azért ez a város ez sokkal többet ér meg, mint egy napot, mert főleg így, hogy utána nézegettem így később dolgoknak, így kiderült, hogy azért lett volna még bőven látnivaló. Mi azért kutyafuttába igyekeztünk Balázsral, hogy gyorsan, ott is egy, elmenjünk, ez a gotikus, igen, az egy katedrális. Te igyekeztél? Jó, azt neki is. Nem. Balázs igyekezett lemaradni, nem? Kézzétek el, hogy nagyon kellemes csalódás volt ebből a szempontból a társasága is, mert hogy úgy, nem is tudom, idegenvezetősködött mellettem a Bali, hogy egészen meglepődtem rajta. Tehát, hogy az a fajta cínikus, hogy hívják, geokesít, láda, felhasználok. Tehát ez a fajta hozzáállás, vagy mentalitás, ez hús, így elfelejtődött. Gondoltam, ha ott vagy, lássál valamit. Igen, tehát, hogy bevittem a gótikus negyedbe, mutattam a katedrálisokat, meg mindenfélét, bevittem a piacra, a Ramla másik oldalán le, a kikötőbe, hát amit ott azon a környéken meg lehet nézni. Majd megpörgetted és ott hagytad. Majd mondta, hogy ő megy valami hajózási múzeumba, vagy valamit ne akar nézni, és mondtam, hogy akkor eddig tartott a közös pályafutás, de akkor szabad foglalkozás 2 óra, majd egy ebédre újra összeálltunk. Igen. Aztán elmentünk közösen aludni, elindultunk a meccsre, tehát az idő nagy részét együtt töltöttük egyébként. Igen, sokat voltunk nagyon együtt. Tényleg ott volt olyan lent például a parton a hajózási múzeum, és én ezt korábban már kiszúrtam magamnak az interneten keresztül, mert hogy teljes életnagyságban lehetett látni ott volt ott egy gája. És én meg nagyon szerettem, gyerekkoromban nagyon rajongtam a hajózásért, így a vitorláshajókért, és azon belül is a spanyol armada, az nekem egy nagy kedvencem volt, meg a hadihajók, és ott konkrétan egy gáját lehet látni, és amikor odamész, és látsz egy ilyen, hát mit mondjak nektek, egy ilyen 30-40 méter hosszú fahajót, mondjuk vitorlázat nélkül, mert hogy az már nem fért volna be az épületbe, akkor azért így térdre hullasz, hogyha szereted így a hajókat. És akkor oda bementem, körbenéztem, stb. És erre az időszakra mondjuk így elváltunk így egymástól. Én leváltam, mondom. Jó, ezért egy bercskazara az jobban érdekel, hogy csak körbenézek egy kicsit, mi van a barcelonai divat házatáján, meg egy-két ilyen mindenféle ilyen kis boltocskában. De aztán ütköztünk újra. Aztán igen. Ettünk nem túl jót, az rossz éttermet választottunk, az elég gyengusz volt. Így van, de hál' Istennek nem volt drága. Nem volt drága. Legalább nem volt drága. Úgyhogy aztán császkáltunk még. És aztán amikor kiértünk a meccsre, mi értünk oda először, mi jó diákok voltunk, Feriék még később indultak, mert így egy vacsoráról jöttetek, ami mi nem vettünk részt. Igen. Hát gyakorlatilag a Bekó nyerteseknek végig program volt. Azt szerintem a életük legjobb, eddigi legjobb 2 napját töltötték el, mert annyira sűrűre csinálták, de ilyen nagyon jóra, hogy tudod, ebéd, akkor megyünk várost nézni, már vissza, gyerünk a meccsre, másnap reggel még ők kimentek még egyszer megnézni a stadion látogatás, szóval ők pörögtek, mint az állat, és mi egy kicsit ott megcsúsztunk a vacsoránál, mert tudod, de még egy kajdló, de így vigyunk egy szangriát, ment ez a része a dolognak, de pont
pontosan odaértünk. Hát a vendéglátóink azok csillagos ötösre, vagy csillagos tízesre vizsgáztak, mert nagyon-nagyon jó fejek voltak mindenféle tekintetben. Azt gondolom, hogy tökéletes vendéglátók voltak. Igen, tényleg. A meccs a csalódás volt szerintem. Hát, hát nem, az... nem járok ki ezután. Hát gyerekek, hát ez a kinkeserős 1-0, a Messitől elpattant a labda, a Neymar semmit nem csinált. Még jó volt őket élőben látni, meg nagyon jó hangulat egy volt. Egy bújó majdnem összejött azért. Azt olvastam, igen, hogy Neymar még lefele most valami hátvédő belekötött. De maga a meccs az borzalom volt. Szóval ilyen rossz meccset, én nem is tudom, hogy játszottam már valahol a Barcelona. Kinkeserős 1-0. Ugye nekik jó, elég volt az egy, már készültek. Igen. A következő három meccsre. Pontok, nem a kell magyarázni. Granada örült, hogy csak egyet kapott, ők föltették a kezüket. Tudod, mi hiányzik? Hú. Egy jó kommentátor. Én rájöttem, mert ugye ha a tévében nézel meccset, akkor hallod az információkat, ott megy a izé sztorizgatás, itt ülsz a nagy csöndbe, mert hát szegény spanyolok is szerintem többre számítottak, tehát bekészítették a izét, nem tudom, a fölüvöltős részleget, azt egyszer sikerült talán, volt valami él kiabálni való, és ott olyan kicsit így csendesen nézted, szemlélted a mérkőzést. Igen, meg a pálya is olyan helyen van, amiből nem érzed azt, hogy mennyien vannak a stadionban. Mert ugye mi legfölül ültünk, ami nem lett volna baj, csak és fedett csak a pálya. 60 000 embert láttunk. Igen, fedett a pálya. Tehát ugye van a fejed fölött, vagy még egy emelet, vagy valami esővédő, nem tudom miért fedett. Még vannak fölötted. Vannak fölötted, viszont így nem tudsz benézni az arénába, mert ugye hát korlátolt az, amit lát. Mert ugye fölülről le van fedve. Úgyhogy kicsit ott elszigetelten üldögéltünk. Na, hát óriási hangulat volt így is, de hát a meccs, az, nem mondom, ezt kikérem magamnak. Na de az, hogy 85 000 embert látsz egy labdarúgó mérkőzésen. Hát az a csodálatos, hogy énekelnek azért az elképesztő. Mi szokva az ilyen élményektől. Annyian voltak, hogy valami félelmetes. És hát ők ezt hétvégéről hétvégére átélhetik. Igen. De is kellett vennem egy üvegpesgőt ott majdnem. Azt de szépen itt a te üvegből. Hát, úgy, ahogy van. Igazi úr ez a gyerek. A kicsit adott a Janinak, egyet hátraadott nekünk, amit ezt a béka elszopogatta, és aztán láttam, hogy megbarátkozott a palack tartalmával. Gyerekek, én elmentem az italra. De hát vibben csak így iszol. Hát most mit üveg? Fú, gyerekek, az a vipáholy, hát azért azt mondjuk el, hogy azért az elképesztő. Tehát eleve úgy megérkezel a Barca stadionjába, már mindenkit ráz a hideg, ugye, hogy hol vagy. Majd egy külön ilyen aranybejáraton bemész, mert ugye Beko főpáholy, szponzormezes főpáholy, hát azért abból kevés van. A Fly Emirates talán meg a Beko, ugye? Tehát ők vannak szponzor. Egy török cég egyébként, hát nyilván nem kevés eurót fizetnek ezért. Jó mondat volt a nyertesek felé, na? Első meccs Barcelonába, hova viszlek? Beko páholyba, mondta ezt a Balázs. Hey. Hova viszlek? hova jöttek ki, gyerekek? Lifter fölmész a helyedre, megmondják, hogy hányadikan szállsz ki, majd ott hostess lányok várnak. Istenem, de szerelmesek lett. De és ilyen virágcsokrok, vázák közepette besétálsz, elsétálsz a svéd asztal mellett, meg az italok mellett, és szinte bekísérnek a saját páholyodba. Szóval felfoghatatlan egyébként, nagyon tényleg. Jó, majd szünetbe kijössz, és pincérek már közben terítenek, friss italt hoznak, hűtőből vehetsz ki italokat, ehetsz, ihatsz. Szóval hát egészen szenzáció. És akkor ott, mint a Nike szponzori részlege, akkor ott a Beko-é, egy csomó mindenki ott van. Pont mellettünk ült a Piqué. Igen, balra Piqué, jobbra Shakira. Csak az aztán nem Shakira volt, hanem ott már leért a pesgő nekem. Én ott már mindenkire rámondtam. Igen, én már ott mindent bevizionáltam, hogy tanítam három deci pesgőt. Igen, úgyhogy Piqué az biztos volt, Shakira az nem. És hát tényleg a szünetben pedig ugye kijössz az üveg mögül a páholyodból, bemész erre a körfolyosóra, és ott megeszem iszom dínomdálom. Szóval elképesztő. Elképesztő luxus, meg elképesztő rongyrázás, jó, nem? De tényleg, szóval azért ezt így egyszer megtapasztalom, hogy nagyon jó. A 110 eurós Messi pólót azt kihagytuk. Ezt töredelmes ember vagy. Tehát van, hogy 100 a ugye, sima. Igen, 100 a sima, 110 a Messi. Tudod. Ott azt Messinek adják, ezt a mennyibe kerülnek a pólók? 100 euró. Ha Messi is nem, az 110. És az neki megy vajon? Hát a fizetésében benne van persze. A 10-es hát, valószínűleg az övéle. Hát az amatőr sportból, meg a mezeladásból, meg a merchandisingból irtózatos bevétele van a Barcelonának, persze. Hát az, ugye ahogy leigazolják a, mit tudom én, a Ronaldot leigazolták a Realhoz, abban az évben a mezek forgalma, mit tudom én, 80%-a, már vissza is jött az ára, mert hogy kifizettek neki, mint a 30 millió eurót, de már annyi mezt el is adtak, tehát hogy vissza is jött azonnal. Úgyhogy persze, hát abból óriási lóvé van. Tehát az a Barca bolt is. A stadionon belül egy kétszintes Barca bolt, ahol így egyszerűen egy felfoghatatlan áru mennyiség. Csináltunk videókat is, majd igen. Vagy valamikor azok is meg lesznek osztva. Ott azért egy picit galázlálkodtunk.
Csináltunk mindent videóztunk. Igazi turisták. Fotóztunk, mindent videóztunk. Úgyhogy azért van még bőven puskapor. De hát tényleg, tehát azok számára is, akik mondjuk nem annyira vagyunk be őszintén, azért egyikünk se jellemző az, hogy annyira rajonganánk a labdarúgásért, de hogy mégis annyira meg tud érinteni ez a fajta millió, ez a fajta rajongás, ez a fajta fantasztikus hangulat, amit az a 85 ezer ember, meg minden, ami a csapat körül van, meg hát egyáltalán gyakorlatilag minden róluk szólt. Ja. Tehát és nem értem, hogy hova tűnik ez az ember mennyiség. Ahogy azt kiürítették, vagy azt a stadion, tehát pont az jutott eszembe, hogy vagy egy 10 000 fős koncerten az arénában, és 2 óra múlva még ott állsz, hogy most már ki kéne menni valahogy. Itt a 85 ezer ember, 4 óra múlva senki nem volt. Nem volt senki, tehát és eltűnt, és mi gyalog mentünk, ugye, aztán később fogtunk egy taxit. De hogy egy ilyen nagyobb embercsoporttal mentünk, de igazából nem érted, hogy hova tűnik az a 85 ezer ember. Nem felfoghatatlan, hogy gyűrül ki a stadion, és egyszerűen nincs tömeg. Tehát így nem is érted. Ja. És ami nagyon jó volt, hogy családi program náluk a foci meccs. Igen. Tehát, hogy apa gyerekkel jött, anyuval, őszén mindenki jött, szépen kézen fogva, nyugodtan kimertet hozni a gyereket is a mérkőzésre, meg a családot is, mert az jó, mert barszás vagy, mert Barcelonában élsz, ez a te csapadod, és ott akarsz lenni a meccsen. Hát készítettem is egy fotót, ott a páholyban, ahol ültem, előttünk is nyilván millióan voltak, és volt egy ilyen 7-8 év körüli kisfiú Neymar mezben, és így felállva nézte végig a meccset. Én csináltam is róla egy fotó, de nagyon aranyos volt, tényleg ilyen megható látvány volt, hogy is ott rajongott a kis kedvenceért, a nagy kedvenceért a kis fiú. Á, meg jó az egész város, mi még ugye maradtunk, más a vasárnap, hogy ti visszajöttetek, tengerpart, október végét írtuk, ugye, fürödtek, csak mondom, és hát tele a ezért. És nem sérillák. És nem, vagy hát nem úgy tűntek, biztos volt közötte az is, mindenki napozott, mindenki homokvárat épített, labdázott, itták a szangriát, szóval figyelj, azért úgy nem rossz élni. A város csurik tele emberekkel, tehát millió, egy turista, én nem, hát gondolom azok lehettek. Úgy néztek ki, hihetetlen árubőség, ezt pont így mindenkinek így elmondogattam, hogy itt is vannak ezek a világmárkák, nálunk is, de az, hogy ott két sarkonként látsz egy mit tudom én most tényleg csak a példakedvéért mondom, egy Zarát, tehát hogy így itt is egy, ha 10-et nem láttam belőlük, akkor egyet sem, de az összes másik világmárka is ugyanígy jellemző. Tehát ugyanaz a Zara bácsi oda valósi, nem? Spanyol, igen. Ugye? Igen. Európa leggazdagabb embere. Igen, de Benetton bácsi is, meg Adidas bácsi is, meg mindenféle bácsik is nyitottak két sarkonként egy-egy áruházat, és ezek az áruházak mind tel voltak emberekkel, és nem volt drágább, mint Budapest, sőt. Igen, hát a kaja az drága. Igen. Kaja az drága. Hát ez a piac is... ha tenger gyümölcseit nézed, akkor például nem. Mondjuk ez érthető, mert ide mire a szállítással ideér, azért sokkal drágább a dolog, de egyébként, ha összességében nézed, akkor valóban, de én ugye sokszor ettem ilyen kagylórák, akármicsoda, én nagyon imádom, ha már ott vagyok, akkor mondom, hogy csapjunk bele a lecsóba, az például nem drágább. De az érthető, mert ott kifogja a tengerből, azt már az asztalon van, ide meg el kell hozni, úgyhogy de az határeset. Hát nem tudom. Mert ide például Balázsnak a tengerisünk kotlete sokkal drágább volt, mint itt egy falafel. Tengerisünk kotlete is jó volt? Jóféle kis tengerisünk kotletet. Hát fia, piacról mondjál már két mondatot, Feri, mert te szádból a leghitelesebb. Hát bementünk, ugye, olyan volt, Balázs ott, hogy oda mindenképpen menjünk, mert amikor ők voltak, és ott reggeliztek minden eggel, akkor nekik nem csak így a szájuknak, hanem a szemüknek is egy ilyen hihetetlen élmény volt. Olyan volt az egész, mint hogyha ma egy mozi lett volna. Egy ilyen 3D-s virtuális kirándulás, egy a food stylistok világába, komolyan mondom, mert minden egyes pultnál meg lehetett állni, ez mi, az mi. És ahogy volt, fel van téve. Tehát ott művészet. Az ember, ha 6-kor nyit, szerintem 5-től ezek ott állnak, és beforgatja az eper szemeket mind észak-dél irányba. Én tettem ki egy pár ilyen fotót, hát nem hiszed el. Belül minden biztos rohadt, de kívülről minden friss. Igen, de kívülről nagyon szép. Tehát, hogy mindenki annyira vigyáz arra, hogy az ő standja szép legyen, föl van téve minden. Most ugye mennek ezek a smoothiek, meg így ilyen gyümölcsöket szoktak összevágogatni, és akkor azt kapod műanyag pohárba. Hát az összes szívószál az egyfelé áll, érted, így végignézel a soron. Arról nem beszélve, hogy a halas részleg az ott besírsz, tehát csak rákból volt 18 féle, kagylóból 40, ahogy azt sem tudtam, hogy mi micsoda, és hát ez a gyümölcspultozás, az
egész egyszerűen elképzelhetetlen, hogy valaki ennyire igényes legyen. És egyébként ott van a mi vásárcsarnokunk. Ugye, ami építészetileg sokkal szebb, mint ez a Labukéria nevű piac a Rambla mellett, ez a legnagyobb, építészetileg sokkal szebb, de bemész, és hát látod az árukészletet, meg ahogy az oda van rakva az a szerencsétlen krumpli. Tehát, hogy nincs kedved megvenni. Ott megvettél volna szerintem mindent. Jó, nem lesz tele finomabb, de valahogy így... De jobban esik, jobban esik megvenni, aztán az igényesség. Arra gondoltam, hogy én piacos lennék itt Barcelonában, így reggel kimenni, beforgatnék mindent, aztán becsuknék, és hazamennék, mert hogy pont elég elfáradtam. Is. Igen, elfáradtam abban, hogy mindent beforgattam a megfelelő irányba. Igen, tényleg jó az a piac. Hát az egy nagyon híres piac, tehát ott azt érdemes ott a Rambla mellett megnézni, ez egy jó Barcelona egyik legjobb piaca, tehát ez egy jó. Na, de mindent érdemes. Jó kis hely tényleg. Na jól van, Ákos, mi újság, hello? Hát jó volt nektek, srác. Jó volt. Én az orszívó porszívóval küzdöttem. Na, se rossz két kölyökkel. Úgyhogy gondoltam rá. Új modell vagy régi? Megláttam a videót is. A Sebestyén Balázs hivatalos Facebook. Melyiket tettünk föl? Tettetek föl valamit a repülőgépen. Már ja, repülő. Igen, a repülős videó. Valami nem jó az élő közvetítésem. Igen. De 35 fok volt, vagy mennyi? Nem, ilyen 22. 25, nagyon melegben 25, de ez a kellemes. Tényleg egy szálpólós. Akkor menjetek vissza. Én lefeküdtem a kikötőbe, és elaludtam egy fél órát, amíg János Hajózási Múzeumban volt. Csomó turista között ledöltem, mondom, úristen, de jó, tudok aludni egy fél órát. Olyan jó meleg volt. Én a meccsbe után is pólóban mászkáltam. Majd a Balázs akkor már kérdezte, hogy miért vagyok csak pólóban, de nem tudtam rá válaszolni. Fűtött az alkohol, akkor már. Nem tudtam rá válaszolni. Kérdezte, hogy miért vagyok egy szál pólóban, és hogy nem fázok. És mondtam, hogy nem. Sütött ott már téged minden, amit ittunk a Barca meccsen. Ez volt az egyetlen szó, amit tudtam mondani. Megnézni, mikor a Jani úgy istenesen részeg. Hát odáig nem szokott eljutni, de ilyen sikerült. Ilyesmi nem volt, csak az volt a baj, hogy én mixeltem. Tehát, hogy kicsit DJ-ztem. Igen, én megszivacs vagyok, tehát én megitattam, és... Hát ne, volt egy pillanat. Mi volt a határ? 2 cent pezsgő, 1 cent bor, vagy hogy kellented? Hát, még ha 2 cent lett volna. Az, hogy még a végén behajtottalak valami helyre, hogy még ott is ígyunk és valamit. Azt, és igen, és utána... Az nem kellett azt volna. Nem értettük később. Kétszer egy decilum. Gyerekek, hát nem vesztünk semmit, mondom én, mert a szálloda mellett volt egy kocsma, mi ott ültünk a bekósokkal, egyszer csak két vidám fiatalember érkezik, hajnali 1 óra felé, az egyik kezében egy pohár ital, de üvegpohár, mert azt mondták, hogy szerintük ez ki van fizetve, tehát, hogy benne volt az árban. Jöttem, érkeztem. Tehát, hogy ez elhozhat. Ők így értelmezték az olát, gondolom, a spanyol nyelvet. Street food. A Jani kezében volt valami félig törött üveg, amit mondta, hogy ő keres egy ízét, egy szelektív kukát, mert ez csak oda lehet kidobni. Óriási volt. Akkor félúton jöttünk, ugye szállodai krimó, meg aközt, amit nem is tudom, hogy hol találtunk, meg miért egyáltalán. És félúton vettük észre, hogy nálunk van minden, amit rendeltünk. És akkor így... Nem, én annyira magyaráztam, hogy én fölálltam, és elindultam a helyről, és ott volt a poára. Azt tudom, hogy miről beszélt, folyamatosan tolta, és akkor így egyszer csak észrevettem a kezébe, hogy ott van egy pohár rum. Nem adom az italomat. Én meg ott jöttem, és akkor volt nálam egy fél üveg kóla, de szó szerint fél üveg. Mert hogy azt meg sikerült neki valahol elejteni így útközben. És úgy megvoltunk, nem volt gond. Aludtatok szépen. Arra emlékszem, hogy még egy hajléktalanak adtam 5 eurót kutyakajára. Arra én is emlékszem, attól jött, igen. Ott még megszórtál egy hajléktalant 2 kutyával. Az azóta ott áll az 5 eurósal, és így nem hiszi el, ki volt ez a körőzús. És tök jó, hogy megsorgattam kutyát, és megharapott. Komolyan. Egy ilyen kis pitbull-szerűség volt, és akkor így jött, azt hiszem volt egy ilyen, nem is tudom, hogy mi volt nála. 2 kutya volt, és így jött, és egy ilyen rasztahajú srác, és számolgatott az aprót, és én meg így megszántam. Aztán később, amikor utána számoltam, akkor rájöttem, hogy picit túlságosan megszántam, de hogy abban a például nagyon jó ötletnek tűnt, és akkor hogy ugye az anyád. Gyorsan visszakérted az 5 eurót. Jó volt. Na jó, van, elmegyünk egy picit hírezni. Jó, ha játszanátok ezen a csonka héten, akkor jelentkezzetek, írjatok SMS-t. Jó, ha valaki úgy érzi, hogy legyőzhetne bennünket, akkor írjon. Úgy, hogy jövünk a hírekkel, aztán a játékkal már is.
Ez itt a Morning Show a Klassz FM-en. 5 perc van pontosan 7 óra, hello mindenkinek, jó reggelt. Itt vagyunk egy jó kis Michael Jackson feldolgozás után, és hát megnézzük, hogy ki a játékosunk. Csonka 7 van, itt most minden győzelem számít. Hát, kettőt hozni kell. Kettőt hozni kell. Háromból. Holnap már csütörtök pedig, és újra vége a hétnek. Aztán a végén földobod majd, hogy akkor ki lesz az elmúlt hét év királya. Viccelődünk, mókázgatunk, csináljuk itt ezt a műsort évek óta, de az egész úgyis csak arról szól, nagyon jól tudjátok, minden más, csak álcázás, hogy megverjünk benneteket fekete-fehér igen nemben, de romba. Így van, itt van a játékosunk. Halló, jó reggel! És itt van már is Kornél. Na, sziasztok! Szia, Kornél! Azt a mindent, hogy felkonferáltad magad. Tőle tanultam. Azt a mindenit. Honnan hívtál minket, Korné? Budapestről kérlek szépen, tisztelettel. Na, mi újság? Áruljátok már el nekem, hogy ti hogy tudjátok azt csinálni, hogy ilyen korán keltek, és még viccesek is tudtok lenni. Mindig a számlatömbünkre gondolunk. Nem? Ja. Igen, ez akkor segít. Igen, van motiváció, az mindig van. Igen. Na. Kivel játszanál, Korné? Hát... Balikám, kérlek szépen, te lennél az én áldozatom, mert benned látok fantáziát, meg volt már egy kis közös ügyünk, úgyhogy... Tényleg? Na, mámi, ne. Ezt most inkább nem mondanám el, mert nem vagyok rá büszke. Aha, atya Isten. Aha. És Balázs büszke lesz rá, ugye elmeséled? Olyan szempontból vicces volt, hogy egy jó ilyen közös csipkelődés volt. Na jó, most már akkor elmondom, hát egyszer ültem veled szemben még jó 10-20 évvel ezelőtt abban a bizonyos show műsorban. A talk show. Uh-huh. Igen. Érdekes volt, mert én azt hittem, hogy komoly dolgokról lesz oda, akkor még naív voltam és fiatal. Aztán kicsit így el lett bagatelizálva a dolog, de nem ez a fal elhúzós dolog volt, hanem úgy mentem be, hogy azt hittem, hogy egy ilyen filmről kell majd meséljek aztán közben. Egy filmről? Igen. Ilyen Terminátor paródia volt. Ja, akkor nem te voltál a pedofil uncsi tesó. Nem. Én csak vonzottam a robotokhoz. Vonzottál a robotokhoz? Na, hát ez milyen jó. Sziasztok, ez itt a Balázs, a mai témánk, vonzódom a robotokhoz. Figyelj, a végén már megcsináltunk mindent, csak hogy teljen a műsoridő. Vonzódom a robotokhoz. És itt van velünk Kornél, aki nagyon vonzódik a robotokhoz. C-3PO-val kell és fekszik. Na jó, Kornékám, játszunk egyet, akkor a többit megbeszéljük adásban. Jó, rendítsek. Jó? Na, akkor hadd szóljon. Jani? 3-2 on fire. Na, itt vagyok. Na, akkor kérdezzek. Kérdezek én? Majd inkább én. Jó, hát akkor kérdezzél. Neked mi a... De gyorsan. Hát elmegy az idő. Reggeli rutinod? Nyugi. Micsoda, mi a... Reggeli rutinod. Na, megiszom a teámat, megiszom a kávémat. Az mindig segít. Neked? Van ilyen? És erre... próbálom kinyitni a szemem. Na figyelj, a szerelemben mit tartasz fontos? Véletlen se beszélgessünk. Tessék? Az erősségét vagy a tartóságát? Mindenképpen a tartóságát. Aha, jó. Úristen, életem legbetegebb játéka. Mit szeretnél inkább, hogy mindig igazad legyen, vagy hogy boldog legyél? Hogy mindig igazam legyen. Ennyi? Ó, figyelj, gondolj valakire, akinek a boldogsága fontos neked. Jézus, atyom, ha ő boldog, akkor te is az vagy. Jó, a boldogsága fontos a számára. Kornél, odaértél. Megvagyunk, Kornél, megvagyunk. Én még órákig hallgatnálam. Ja, jó. Úgy gyerekek. Jó, oké. Ja, jó, oké. És tolja. Köszönöm szépen, figyelj, egyébként volt egy nagyon egyszerű stratégiám, és azért is akartam volna veled mindenféleképpen játszani, ez kis hasonló a mit mond Dórához, hogy valójában az is tök egyszerű, csak nem szól másról a dolog, hogy föl kell írni a dolgot, és akkor elolvasod visszafelé. Én meg készültem egy ilyen kis írománnyal, hogy így fölraktam kérdéseket, mert végül is az egész dolog arról szól, hogy nem kell nyerni, csak nem szabad veszíteni. Uh-huh. És hát egészen konkrétan tegyen. Kivágtál egy kérdőjévet a Kozmóból. Nekem mi a fontosabb a szerelemben, a tartóság vagy a mélység?
Elképesztő, elképesztően zsibbasztó vagy, de egy ugyanakkor szórakoztató, tehát hogy van benned valami szórakoztató, igen. Szeretem az olyan játékosokat, akik nincs ismerünk semmiféle hajlandóság, hogy beszélgessenek, csak mennek előre. Figyelj, nézd, Balikám, én nagyon szívesen beszélek veled, de hogyha játékról van szó, akkor stratégiát kell, hogy kövessek, és ez volt az én stratégia. Helyes, küldjük a csomagot. Majd szólj, hogyha valahova mész inni pénteken, hogy ne menjünk oda. Igen, mindenképpen. Igen. Jó, na hát akkor köszönöm szépen, srácok. Egy olyan volt benneteket hallani, aztán... Csáó, köszi. Menjünk el. Szia, Kornél. Csáó. Atya úristen. Na, ez olyan volt, mint én nekem elfüstölt az agyam. Tehát én most tönkrementem pénteken. Mint egy interjú az Aktívban olyan volt. Otthon is ilyen vajon. Atya úristen. Na jó, a 7 óra múlt 1 perccel jövünk vissza mindjárt. Time to wake up now. És most, hölgyeim és uraim. Klassz FM hallgató. Folytatódik Magyarország első és egyetlen morning showja. A mikrofonnál a hazai rádiózás legnagyobb sztárjai. Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri és Vadon Jani. Ez itt a morning show. Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora. Itt a Klassz FM-en. Hét óra után vagyunk, pontosan 16 perccel. Jó reggelt kívánunk mindenkinek, itt vagyunk. Gyerekek, 4 nap szünet után nehezebb elindítani a hetet, mint hétfőn. 7 nap szünet után. Az ember annyira lefűz, és annyira jó volt ez a 4 nap, hogy komolyan mondom, hát újjá születtem. Egy kis Barcelona, mi még hétfőn elutaztunk el, de jöttünk haza. Hova utaztatok el? Sárváron voltunk. Az jó. Egy kis Veszprémet iktattunk be. Az is jó volt. Egy kis rövid ottalbos. Egyik gyerek marad, másik gyerekhoz. Című történet. De a nagyja már jó, mert már lehet menni bárhova, meg már ő már olyan tolt se lenne. Óriás forma egyébként a srác. Nagyon régen találkoztam vele, és most, ahogy itt forgattuk a múltkor. Én is cuki vagyok. Cuki vagy, és ahogy forgattunk a múltkor, elhoztad, és te ugye bementél a stúdióba, és akkor mondom, hogy én maradok addig a kis srác alattam, bulisztunk a mindenféle vackot, előszedett a zsebéből, és akkor kellett faragjunk ott faágakat. Fie, óriás duma volt, ezt én nagyon bírtam. Nagyon bírtam 600 dolgot hord mindig a zsebében. Igen, is ilyen fa. Hát a tipikus fiúgyerek fa. Kövek, botok, kis párga legyen nálunk az a párga. Párga. 762-es acélmagvas lőszer. Minden van nálam, minden van nálam. Találtam. Szivárvány fluorit, mert hogy köveket gyűjt, kristályokat tanulmányoz. Nagyon, nagyon komoly, igen. Na, valami van a Facebook poszttal, pár napja lemaradt, cumi van, Szatyi írta nekünk. Szatyika, ne azért ne reklamáljál, mert viszont volt, hogy egy nap hármat is posztoltam. Lássuk meg, hogy úgy kiváglak, mint a szar. Utána majd arcoskodhatsz itt, amikor már nem jön át az esemeset. Nem, nem akarok tényleg a Kassa Tibi lenni, tehát... Már a Viki szólt rám, hogy már a barcelonai posztokból nem az, hogy legyen elég, de csak annyit írt, hogy már nagyon kezdesz tibisedni, mikor még kiposztoltam, hogy Jani alszik az autóba. Kronológiailag építettem fel a posztot, még az lett volna, hogy megérkezünk a meccsre, ott vagyunk, hazafelé megyünk. Viki, és elvette a kedvét az egésztől. De aztán rám szólt, hogy szerint egy kicsit sok, és mondom, oké, intézem, abba hagyom, és akkor megállt úgy útban a meccsre. Jó. Most itt vagyunk, viszont egy nap volt, amikor 4-et posztoltam, vagy 3-at, úgyhogy most nem ér levonni. Ráadásul 2:20-nál vagyok, tehát szépen föltornáztam most. Részben igaz van, ugyanakkor meg azért azt is el kell mondanunk, amit nem is kell elmondani, mert észrevették, hogy a morning show egy hang nem volt Barcelonában. De semmi. Hát nem volt nálunk, nem volt elünk most se a Viki, se a Laci, ugye ők posztolnak a morning show-ra. Viszont hát az oldalam az próbálta tartani kronológiailag az esemény sorozatot, csak aztán... Legalább egy kubolás képet tegyünk már fel a morning show-ra. Jó, ha majd nem, felrakjuk az enyémre, és akkor megvan napi poszt. Tegnap valaki rám szállt egyébként. Tegnap este. Valami volt, mert én 2:15-tel feküdtem, és 2:20-al ébredtem. Szatyi! Ott valaki rám szállt. Posztoltál, hogy lájkolják az oldalt? Sose csinálok ilyeneket, tudod, hogy Ott volt valami. Nem én valami, voltam. Majdnem 5000-et megugrott most este. Hát még figyelj, van 2,5 hetünk, hogy elérjük a 250-et. Hát a 2,5 hét az olyannyira, hogy 2, meg 2 nap. Uh-huh. Hát szerda van, gyerekek. Tényleg. Két hét múlva pénteken.
Úgyhogy... 2019-nél vagyunk kb. Most de nagyon sokan beszállnak egyébként így önkéntesen a dologba, tehát az egyik ilyen legnagyobb szálláskereső például kiposztolta a múltkor. Na, írtam rájuk, hogy kösz, hogy ti is elárultak. Jobban voltunk. Jó, aranyosak. Úgyhogy szerintem találunk még ilyen nagyobb oldalakat, még a Tibivel is tudunk beszélni. Bármi lehet még ebből. Meg tud ez lenni. Ja, meg de tud annyira, ez lenni. Annyira jó megy neked ez a Facebook, hogy az egyik oldalon most találtam, hogy így élőznek Facebookon a hazai celebek. Kassa Tibi kezdi a sort, nyilván a Facebook legnagyobb királya, de a következő anyag az a Vadon Jani a kertedben anyag, amelyet... Hát ugye... egyszer csináltunk élőt, igen. Ennyi, az, tessék. De az minden idők legnézettebb élőjelet itthon. 22.000-es élőt senki nem csinált még. 22.000-es élő lifetime. Úgyhogy ezért túl sok tudatosság nem volt benne, hát ha még tudatos is lett volna. Igen, hát amíg ezt még jobban ki is találjuk, viszont valami van az oldalammal megint, de majd a rutinos Facebook felhasználók segítenek, ugyanis nem engedik, képzeljétek, és azért nem tudtunk a reptéről élőben posztolni, mert azt írja, hogy rámegyek a live videóra, és azt írja ki, hogy csekkoljam az internet kapcsolatomat. Aha. És wifi-ről se engedi. Uh-huh. Tehát, és én azt hittem a reptéről, hogy csak oké, biztos csak wifi-ről lehet izélni, élőposztolni, de nem, mert te meg 3G-ről tudtál. És azt mondja, hogy nem tudjuk elindítani az élő videót, csekkold az internet connection-edet, és próbáld újra. Micsoda hülyeség. De hát és... a repülőtérről ti élőben bejelentkeztél. Nem. Megcsináltuk a videót, és feltettem, így van, ugyanis nem engedte az élő bejelentkezést, és nem tudom, hol kell beállítani, vagy mit kell csinálni. De az a telóm nem jó egyébként. És nem enged a Facebook élőbe bejelentkezni. Ezért maradt el. Te meg a meccsről bejelentkeztél. Igen. Én látom az összefüggést a kettő közt. A Ferinek sikerült, nekünk nem, akkor kiblokkolja. Nyilván. Kihekkelte meg. Én, aki tolom ezt az oldalt 3 hónapja. Kihekkelte meg, Feri. Miért lehet ez? Írja már meg valaki. Drága hallgatók, segítsetek már, léci. Hogy várjál, akkor viszont innen is megpróbálom, mert a Viki is admin, tehát felhasználó, és akkor rámegyek ott, hogy élő. Úgy, de most neki meg nem engedi az élőt. Na. Live. A live-ra? Arra kéne. Igen, az. De a piros felugró ablak van, akkor ne kattintsa. Igen, itt van. Itt van, tehát el tudok indulni live-ba. Akkor a telefonom nem jó valamiért. Na mindegy, jó, oké, nem akarok ezzel senki párhasználni, hogy Zsülci megoldja, igen. Úristen, milyen 220 ezeren vagyunk. Az. Gyerünk, adjatok neki. Csatlakozzatok, nagyon jó. Exkluzív tartalmak. Mennyi 245, 250? Mennyi van, már bontatok egy kicsit, 250. 250, nem mondunk le. Mert mi tisztességesen játsszuk ezt a harcot, nem úgy, mint te, aki nem posztolsz. Igen, mikor az többenetes, az unofficial is fölment már 110-re. Tehát, hogy vannak hallgatók, akik még mindig nem értik, hogy mi a különbség az official és az unofficial oldal között. És ők örülnek minden posztnak, hogy de jó, hogy posztoltál. Fia, fogalmuk nincs, hogy nem nagyon én vagyok. Jó, nagyon jók vagytok, srácok, de nem, ez nem az oldal. Mindegy, annyira egy picit fura. Annyira hülyék az emberek. Fura. Hát, tényleg, én követném Sylvester Stallone-t, és rájönnék, hogy ez nem az official oldal, és ott lenne, hogy unofficial, az előbb-utóbb leest, nem örülnék minden posztok. De jó, megint posztolt, de jó idő. És egyetlen elcsinálom, írogatnak, hogy Bali, te olyan, és hú, de jó, hogy kiraktad ezt a képet. Nem tűnik föl a hülyének, hogy nem én vagyok. Un, ahora van írva, un, az nem az eredeti. Így van, még a beszólogatások, meg a elotozások sem érnek célba így. Tehát, hogy aki azért ír be oda bármit, hogy megsértse Balást, hogy ugye sértegetse a Morning Shot, vagy minket, az is inkább nem ér célba. Fel, nem ér célba. Fel a hivatalos oldalakra. Amúgy visszatérve egy nagyon picit a Morning Show, egy picit elhanyagolt Facebook oldalához, ott az utolsó posztunk, ugye most Polgár Peti méltán népszerű Hunafreki című az volt a legutóbbi, azelőtt pedig ott volt a DJ Oti féle spot. Most a DJ Oti szettjét nagyon sokan kérték egyébként a webmailen keresztül, és nekik mondjuk, hogy fent van egyébként hát az official. Az official, igen, a Sebestyén Balázs official oldalon fenn van DJ Oti-nak a szettje. Ott azt, van. Amit pénteken nyomtuk, azt gyakorlatilag ott szépen tételekre bontva. Megnézhetitek, elolvashatjátok. El kell, hogy mondjam, képzeljétek el, nem is meséltem el, hogy befutott az első hivatalos felkérése DJ Oti-nak. No. Yes! Fölhívott egy budapesti szórakozó. Tessék? Totálkát. Fölhívott több budai és pesti szórakozó egy tulajdonosa, aki egy, csak több van neki. Aha. Hogy bármelyik. Andy Vajna. Szórakozó egy, Vajna nem utazik. Andy nem utazik, legalábbis nem tudok róla a szórakozó egyben. Hogy bármelyik bulián, bármelyik helyen, ahol én kiválasztom,
Mennyi DJ Oti nemzetközi gázsiért elmehet. Csinálj meg. Most gondolkozom rajta, hogy most egyet bevállalok. A Playboy valamikori főszerkesztője a Radnai, az azóta abból él, hogy ő DJ Radnai. Figyelj, tudod, mi pénzt tudnék ebből keresni? Hát egy haknit bevállalnék, ilyen íratlan nagy összeg. Úgysem, igen, kell hozzá egy füles, amit így fél oldalasan oda nyomsz a bal fület, ez meg kell hozzá egy pendrive. Így van, a Zsül megcsinálja előre. Én szerintem egyet bevállalok. Én egy bulira elmegyek. Szólok majd, hogy mikor lesz, meg hol lesz. És nagyon nagyképűen nyomt, hogy nincs kívánság műsor, mert tudod, a diszkóshoz oda szoktak menni, mert ott meg fogsz bukni, ugye a Zsül összeállítja mondjuk a 2 órás szettet szépen összekeverve, csináljál úgy dalok között, mint a te irgalmatlanul keverni. Így van, kicsit azért belekevergetek majd egy kettőt. És odajön valaki, hogy akkor ő szeretné kérni a díjat. Akkor mondom neki, hogy szokjál arra, hogy velem beszélgetsz. Ez az. És akkor... Ez az, szerintem nem vagy. Ez a mondat. Ennyi. Értem, szokjál arra, hogy velem beszélgetsz. Jó, köszönöm. Tudod, na, kell hozzá egy mélyen dekoltált női Follow I Am God felirata, és kész, meg is vagy. Szóval, hogy képzeljétek el, befutott. Úgyhogy Otinak mondtam, Oti mondta, hogy most egyelőre egy kicsit hagyjuk, neki elég volt most Magyarország, múlt hét pénteken nagy sikerű koncertet adott, de lehet, hogy visszatér. Hogy visszalátok. Óriási. És ad egy VIP belépőt szeretnénk kérni. Jó, megállapodunk majd el, és akkor leszerződhetjük Otit. Nagyon jó, DJ Voksán világ retteghet. Ez egy hobbiból, ez abszolút hobbiból. Tehát, hogy én nem ebből akarok élni. Nemzetközi gázsit mondtak. Azt mondta, hogy nemzetközi gázs. Jó, mondjuk, hogy az Albán, hát tudja, hogy ott is nemzetközi. Igen. Hát hallottam is, hát tudja, hogy ott is nemzetközi. A Tirana gázsijára gondol. Igen. Na, azt mondja, hogy a feleségem mit gondol erről, már írt is. A bizonyos szintet elért embereknek mindig a hanyatlás jele a hobbi DJ-skedés iránti lelkesedés. Értitek? Hát ti nem tudjátok, mi az a regula. Én tudom. Ja, bizonyos szintet elért emberek mindig a hanyatlás jele. Tehát nálam ez a hanyatlás jele. A hobbi DJ-skedés iránti lelkesedés. Tehát hanyatlom. Elmondta, hogy hajlottam. Már lefelé van. Igen. Ezek olyan szimpatikus, hogy a Viki egyébként korán reggel ilyen mi értelmű összetett mondatokat tud írni. És hogy épít engem, csak nem? Annyit mondott volna, miközben keveredik, hogy csinálj, amit akar. Én ennyivel nem úszom meg. Én még bele vagyok döngölve kicsit a földbe. Hogy értem én, hogy te próbálkozol DJ-ként, de tudd persze, azért, persze. Hogy ez a hanyatlás. Ez a hanyatlás jele. Így van. Ha 10-ig hazaérsz, akkor DJ-sketet. Igen. Kérdezi Patrik, srácok, meséltek már el, hogy milyen 2 hét alatt 2-szer repülni? Hát, a másodikat még várjuk. Jó duma. Köszönjük, az egyik már megvolt, a második 2 hét múlva. Meg. A második 2 hét múlva jön. Jó, jóval. Letapasztam a melbimbómat majd? Igen. Már hogy Oti melbimbója? Le, fekete. Csinálja a Kotinak egy ilyen fekete szigetelő szalagos melbimbó? Fölveszek egy ilyen sapkát, mint a Village People, egy napszöveget, meg egy ilyen újatlan bőrmellényt. Aha. És abba fogom tolni, úgyhogy kinyitom és leragasztom, nem. Alatta tapasztal a bimbómat. Ez nem, lesz. Illetve Otinál ez lesz. Én azt szeretném, hogyha az egyik melbimbódat leragasztanád, a másikba pedig belerakatnád egy jezsuita szerzetes a kolostornak a kopogtatóját. Hát, hogy legyen már valami tétje a dolognak. Az egyik legyen csak, a másikat meg irgalmatlan lövesd át. Most beszéltem Otival, a másik, amin gondolkozunk, hogy kiadni egy CD-t. Uh-huh. Benzinkutakra. Az nagyon jó ötlet 2016-ban. De benzinkutakra. Egy jó CD. Mint az állat. Igen, de marad, figyelj, de dupla legyen. Hülyeség? Azt szerintem az. Hallod, dupla legyen 400 oldalas buklet. Meg ahhoz elő, kicsit elő, járas be a brendet. A brendet, ennél jobban a brendet, DJ Oti brendjét. Hát budapesti klubok hívogatnak, hogy adjam meg Oti elérhetőségét. Hát milyen brendet? Amik igaz. Hát itt ez megvan. Leterítjük velem, mondjuk, megállapodunk egy benzinkuthálózatot, leterítjük a benzinkuthálózatokat, és tarolunk, apám, tarolunk. Hallott. Poszter? Hát akkor mit csinálunk? Én már alig várok tényleg, hogy ott legyél egy Blik meg egy Balatonszelet között lemezen. Tényleg, a benzinkútra. Király. Milyen tankcsapda is benzinkútra rakja az lemezeit? Igen, de és megy is nekik nagyon. Passzol. Tessék? Hogy passzol. Na mindegy. Mondjunk valamit a Mastercard játékunkról, jó? Jó. Elmondjuk, drága hallgatók. Hát picit, most igen, olyan negatív. Hogy nem elég a feleségem, ugye negatív. Hát még ti is. Ja, jó. Hát kapom én otthon. Hát legalább ti tartsátok bennem a lelket. Na, a Mastercard játékunk nagyon egyszerű. Elsősorban azok vannak előnyben, akiknek most van Mastercardjuk. Sajnos ilyen gyerekek, ha egy szponzor megérkezik egy játékot bonyolítani, akkor mindig azt preferálja, aki szereti a szponzor termékét vagy használja. Úgyhogy általában törekszünk olyan típusú játékokra, hogy senki ne legyen kirekesztve, de néha becsúsznak ilyenek, és azért ezzel nincs baj. Szóval a Mastercardosok előnyben tessék vásárolni, jó? Mastercard-dal.
De most azonnal, és elküldeni nekünk a karácsony és a karácsony szót és az összeget, jó? Uh-huh. Tehát mit tudom, valahol online fizettek Mastercarddal, vagy vesztek valamit, vagy tényleg használjátok a kártyátokat. Mondok egy konkrét példát. Karácsony 1719 forint. Ennyi. De nem kell nagy összeget vásárolni. Lehet más is. Tehát nem kell, hogy nagy pénz legyen, így van, lehetek valamit 600 forintért. De közben lehet, hogy valakinek egy iPhone 7-ese lesz, egy Apple csúcskategóriás tabletje, egy wellness hétvégéje, két felnőtt, két gyereke, vagy egy 100 000 forint értékű vásárlási utalványa. Szóval azt nézitek, akkor pár száz forintos befektetéssel azért szép dolgokat lehet nyerni. Vásároltok Mastercardra, elkülditek nekünk a karácsony szócskát, igen, mert hogy mielőbb karácsonyozunk, értető okok miatt, és az összeget, mi pedig minden adás végén kisorsolunk valakit, aha, aki küldött SMS-t és kap egy ajándékot tőlünk. Mi legyen most? Wellness hétvége, játék, utalvány, csúcskategóriás tablet, iPhone 7, mit adjunk ma? Az iPhone-et sokan akarják, az a várjunk egy kicsit. Az legyen péntek. Legyen a tablet, és akkor ilyen keretes lesz. Egy Apple tablet? Aha. Hát az jól hangzik. Jó, akkor indítsunk ma a tablettel. Apple. Ja, nem, mert ők is Apple szólt. Szerzett jószág. Más is szólt már korábban, hogy ejtsük normális a nevét. Apple szerzett jószág, most Apple vész. Így van. Apple. Jó? Tehát ma egy tablet. Jó? Tehát akkor mindenki megijeszte? Na, akkor így Apple föl a játékunk. Igen. Sanyi kérdezi, véletlenül nem nemzetközi gácsit mondott fizetésként? Szerintem tisztázt. Jó lehet az azért. Nemzetközi gácsit. Ja, Istenem. Na jó van. Oké, szóval ez a lényeg. Na, jövünk vissza mindjárt, és megvitatjuk azt a brutális hírt, ami nemrég ütötte fel a fejét, és érdemes róla egy kicsit beszélni, ugyanis nem tudják elkapni a zsombói kakifantomot. A zsombói kakifantomnak megyünk utána, már most mondjuk, hogyha valaki tud valamit a zsombói kakifantomról, jelentse nekünk, mert hogy... Nem tudják elkapni ezt a kakifantomot. Hogy megoldódik ez az ügy, amíg kint leszünk Spanyolországban picit, oda is menekültünk a kakifantom elől. De nem, a kakifantom újra lecsapott zsombón, és a zsombóiak nem értik, és nem tudják, hogy ki a kakifantom. Úgyhogy segítünk neki kideríteni. Ákos híre után. Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora. Jó reggel! 7 óra után vagyunk pontosan 43 perccel. Jó reggelt kívánom mindenkinek. Őszi szünet van a gyermekeknek. Szórakoztatás, animálás zajlik mindenkinek. Hogyne, animál az anyja otthon. Animál az anyja, mi? Így van. Megy nálunk, és a szórakoztatás, már a logisztika. Már úgy értem, hogy állat az anyja. De. Igen. Logisztikázás, mit csináljon a gyerek? Legyen otthon egy kicsit, otthon is jó, de azért ide menjen, de azért jól menjön, én legyen, elmondom a rohadt életben. Neked dolgozni nem egyszerű. Kell jönni, nem egyszerű, ugye? Igen. Most már ugye nálunk ez az iskolás korszak van. Nem tudtam erről eddig, vagy hát nem követtem ez az őszi tavaszi, nem tudom, de most minden. Az nagyon jó, mert ilyenkor mondhatod neki azt, hogy Benikém, hát tudod, hogy adtak leckét, uh-huh, azt élő, vagy őszi szünetre, üljél neki, azt írogassad. Na, nem adtak, mondom, adtak. Adtak, mondom, neki ülsz, de nincs minek, nem baj, leülsz, úgy csinálsz. Leülsz, tanulsz valamit, mindegy mit, csak csinálj valamit. Igen, hát ez egy nagy szakkör ilyenkor. Na, az hétköznap is marha nehéz már ágyba imádkozni, de ilyenkor, amikor másnap tudja, hogy szünet van, így meg aztán pláne. Hát legalább tudnak aludni egy kicsit, igen, pihenni. Na, a Délmagyarban, akarnának, igen, de a gyerekek nem akarnak. Délmagyarban olvastam, és meg kell, hogy osszam veletek. Uh-huh. Nem tudják mer elkapni. Igen, Délmagyar, merjál. A zsombói kakifantom. Nagyon jó. Hát annyira jó ez a cím, hogy komolyan mondom, nincsen, mert a kezem nem mosolyogna. Zsombói kakifantom, annyira jó elnevezés. Nagyon tetszik. Uh-huh. Zsombói kakifantom. Találjunk valakit, aki zsombói, és hallotta a kakifantomról. Jó, jó, oké. De mit csinál a kakifantom? Innentől kezdve szerintem, aha, no man is no man. Tehát hát, jó, benne van a nevében. Jó, hogy akkor várjál, hányszor csinálta. Benne van, a hónapok óta tart ez az ügy. Csak figyelmeztet, vagy támad is? Nem, támad a zsombói kakifantom, támad. És hát a Délmagyar is lehoztam. Ugyanis elég sokat tesz azért, hogy ne szeressék az emberek. 12-szer kakilt reggelre a zsombói busz megállóba. És ugye ez azért kemény, mert hogy... Mert hideg van már. Egyrészt hideg van, kettő, hogy a város tehetetlen a garázdával szemben.
és most azt akarják, hogy a pályázaton nyert pénzből térfigyelő kamerákat helyeznek el a településen, hogy elkapják a kakifantomot, aki mindig ugyanazt a buszmegállót nézi ki, és mindig oda kakil, de nem tudják, hogy ki ő. Tehát ugye van egy sikolyálarcosunk, hol volt a sikolyálarcos? Sárbogárd. Sárbogárd. Így van. És most pedig van egy zsombói kakifantom. Zsombói és Sárbogárd bekezdi, hogy mennyire van egymástól. Lehet, hogy átjárás van a kettő között. Zsombó Szeged mellett van, Sárbogárd az meg nem. Akkor, az meg biztos, akkor nem, akkor nincs átjárás a két ember között. Nem, lehet ugyanaz, meg mások a módszerek. Igen. És ez a Bábhegyi busz megálló. Bábhegyi? A Bábhegyi busz megálló. A Bábhegyi. A zsombói kakifantom mindig kinézi magának ezt a busz megállót, de nem tudják elkapni. De miért nem állítanak oda valakit este, aki ott van reggelig? Ha mindig nem, reggel megy. Minden este ott álljon valaki, őrizze. Most gondold el. És most térfigyelő kamerákat szerelnek, hogy elkapják a kakifantomot. Megtaláltam egyébként a Google-in ezek a képket. Nem, a kaki nincs ott, de itt ő az ominózus busz megálló. Ez zsombó maga. Nekem is megjött az ihletem. Ugye? Hogy oda, ott van egy kis épület, egy kis igen. bolt. Oda kéne elbújni valakinek. Igen, a mögé. És a mögé. Onnan tudsz kiugrani. Berakni az árvatáblát, és amikor támad a kakifantom, akkor árontani, és végre elkapnák, hogy ki. Hát egy ember csak megér, nem? Hogy odaállítják. Vagy a busz megálló izgatja ennyire föl? Vagy az, hogy nyilvános helyen történhet nem, mindez? Szerintem ez egy a helyi volánnak lehet egy üzenet. Én szerintem megbírságolták valamikor. Igen, nem volt nála apró például, vagy ilyesmi, és ezért nem engedték felszállni, nem tudott jegyet váltani. Szerintem valamilyen atrocitás érhette őt a helyi volán buszjáraton. Gyerekek, ha valaki zsombói, hívjon már föl bennünket, vagy írjon SMS-t, csak visszahívjuk, tényleg. Az nem hogy... lehet, hogy egyébként, hogy messzire megy. Messzire megy, és tudja, hogy útközben nem lesz nagyon lehetősége arra, hogy megálljanak és könnyítsen magán. Tehát, hogy egy olyan embert, egy olyan helyi zsombói lakost kellene keresnünk, aki a volánbusszal a legtávolabbi pontot éri el minden nap. És akkor még előtte egy igen, picit. Igen. Nem arról van szó, hogy ő nem bírja ki. Ez amit az előbb mondtál, ez inkább ez egy bosszú. Nemes bosszú. Ez egy bosszú. Tehát itt valamit elkövethettek ellene, és ezért a zsombói kakifantom így áll bosszút. Ez szimpla bosszúállás, igen. Szatymaz mellett van egyébként zsombó. Igen, tehát a szatymaziak is gyanúsak lehetnek. Illetve hogy átjárnak zsombóra. Átjárhatnak zsombóra, nekem néhány szatymazi. A bordányiak azok sokkal, de sokkal, hogy is mondjam, csak gyanúsabbak, mint a szatymaziak. Nem értem egyébként, hogy nem tudják elkapni. Nem? Tehát tényleg oda kell csak valakit állítani egyszer, amikor jön a fantom. Aha. De várjál, ha valaki beáll a busz megállóba, és nem jön a fantom, akkor meg letámadják, hát meg kell várni a fantomot. Hát szerintem tehát... annak azért látható jele van, hogy te kakilsz. Tehát, hogy a buszra való várás... Na de hogy csinálja ő azt meg, hogy nem veszik észre? Hát azért az meló, azért az körülményes. Elkezdett kigombolni, föl-föl kuporodsz, fölhelyezkedsz, nem? Mi van, ha oda viszi a kakit? Hogyha oda szállítja? Aha. Igen, tehát otthon elintézi, és csak viszi. És csak oda kiborítja? És csak így... Igen. Lejti. Csak kirázogatja belőle? Nem, azt nézem, hogy zsombót úgy hirdetik a zsombó.hu-n, hogy zsombó, ahova hazaérkezel. Lehet, hogy csak komolyan vette a fantom. Tehát ő... Hol szerezt nyugodtan vécére? Otthon. Igen, otthon. Ugye? Otthon. Hol én vagyok zsombó? Otthon. Onnan ment a busz, megáll... Mi otthon van, érted? Zsombó, ahova hazaérkezel. Hát mire gondol a zsombói kakifantom? Itthon vagyok, és ebben a pillanatban ingerszerűen. Hát tudod, ismered azt az ingert, hogy befordulsz az utcádba, és ott üteszed be. Igen. Már tudod, hogy közeledik az édes otthon. Tehát ez egyfajta tiszteletadás? Ez egyfajta igen. Aha, más virágot visz a főtérre, meg oda szedik a megállóba gyakorlat. Aha, és figyeljetek, miért nem, tehát a helyi szervek például nem tudják elkapni. Az NCIS zsombó miért nem megy oda? Miért nem vesznek DNS mintát, miért nem rögzítik a tényállást, miért nem zárják le a területet? Mert más dolguk van, egy zsombót azért őrizni kell. Éjszaka őrjára, például kocsmai verekedés, van egy ilyen nagyközségben, van egy csomó minden, amire oda kell figyelni, nem egy kakit. Mennyi idő alatt született meg a kaki fantomság? Tehát, hát egyelőre szeptember óta 12-szer tisztelte meg a zsombói busz meg a gyerekek. Akkor... Azért az egy emberes teljesítmény. Hát most november van, szeptember óta 12-szer. Mert jogos egyiket a felelőtés a felé részben, egy vagy két odakulázás, azt szerintem az még nem fantomság. De honnan kezdődik? Öttől kezdődik a fantomság? Tudod, hogy írták az újságban? A Dél Magyarban azt írták. Rettegésben tartja zsombót a kaki fantom.
Hát ezt én nagyon szeretem. Rettegés. Tudod, hogy olvasod az újságot, hogy kamatot emele a Fed, meg mi történik itt, meg nem tudom. Zsombói kakifantom. Rettegésben tartja a zsombóiakat a kakifantom. Így van, az amerikai elnökválasztás izgalomai eltörpülnek a zsombói események mellett. Igen. Mihez képest az, hogy mit az FBI újra nyitotta a Clinton aktáit, érted? Két héttel vagy egy héttel a választás előtt. Hát semmi. Hát a zsombói kakifantom. A zsombói fantom. A CNN nem tudom. Volt már róla anyag. Micsoda? A CNN nem volt már róla anyag. Egyelőre a BBC forgat, de az ilyen is egy válságstábot készült. Nógrádi megszólalt az ügyben. Igen, biztos milyen. Nógrádi mondta, migráns. Migráns volt. Csak a migráncsok csinálják. Ezt mondta a Nógrádi. Mi lenne, hogyha kihelyeznének oda egy mobil WC-t? Hát egy ilyen finom utalásképpen arra, hogy mi lenne, ha. Azt írja, figyeld, a kamerák az elkövető kézre kerítésében segítenek majd, mert hogy ugye hát szereznek kamerákat. Jelentették ki Gyuri Zsolt polgármester. Kérdésünkre elmondta, a környéken már most folyamatos a járőrözés, több gyanúsítottról is tudomásunk van. Aha. Tehát megvan már a gyanúsított, de még nem tudták rajta kapni. De igen. Többen is lekuporodnak? Hát többen is szoktak ott kakilni. Már ott. Zsombor. Csináljuk már meg azt, hogy holnap elmész Zsomborra reggel, és onnan jött le. És oda kuporod. Csak éjszaka megpróbálod a... Éjszaka! Ahogy a Váci Gergő szokott. Igen. Oda a délvidékről bejelentkezni. De mi az, hogy több gyanúsított? Tehát gyanús a Marika, gyanús a Petőfi Sándor utcában a Pista, mert ő mindenhova gittel, meg a Józsi bácsi. A Józsi bácsi, mert tegnap is a delikát ez már panaszkodott, hogy morog a gyomra. Mi az, hogy több gyanúsított? Tehát ezt nem értem. Hát hallották, hogy valaki lehúzza a WC-t. Persze. Mitől lesz valaki gyanúsított, hogy olyan ravaszan jár, vagy mindig ott van a busz megálló környékén? Hát ennek a Lajosnak a szeme se áll jó. A házi orvosnál kell kezdeni, valaki panaszkodik, hogy jaj, doktor úr, megy a hasa, puf, rajtam van a szifra. Igen, hát Zsombó egyébként kicsit, tehát ez ott valószínűleg szájról szárja terjed. Hát biztos vagyok benne, hogy itt is azért valamilyen formában tényleg csapdát kellene állítani, tehát szerintem a kamerarendszer, az a baj a kamerarendszerrel, hogy onnantól kezdve ez lehet, hogy elrettentő. Itt egyetlen dolog van, ami segített, az pedig a tettenérés. Igen, csak én azon gondolkozom, hogy Sárbogárdnál is ugye nagyon fura, mert ott is volt valami közbeszerzés, hogy kamerák legyenek, meg nem tudom, meg ugye itt is. Tehát itt nem lehet tényleg, hogy a hivatalban kitalálják ezt. És azt mondják, hogy mivel tudnánk felgyorsítani ezt a tendert, meg a pénzt, meg a közbeszerzést, megbízzák Marikát a hivatalban, vagy a polgi ki felbérel valakit, és igazából egy biztosítási csalás, egy önbetörés, egy önkakiláz zajlik, tehát nincs valójában fantom, hanem a hivatalból kakil valaki, hogy ezzel gyorsítsa a kamerák beszerzését, tehát egyfajta csalást látunk itt. És a hivatal benne van. A zsombóiak akarják várj, a kamerát, várj. Gyorsabban meg tudják igényelni, és megkapják. De közben beépített ember kakil oda. Ne használj, kérlek, ne használj erős kifejezéseket. Ez nem biztosítási csalás, ez csak egy felhívás keringőre. Tehát ez csak feltenés. Jelezni, hogy már ideje lenne csatornázni. Hogy ezek a ház mögötti ülepítők, ilyen kis latrinák, meg pöcegödrök, ezek már a múltnak a nyomai. Most már jó lenne csatornázás, vagy jó lenne, ha lenne kamera. Mit csinálsz? Kakifantomként rettegésben tartod a zsombóiakat? Erről már mi is beszélünk. Előbb megkapják a kamerára pénzt, föl lehet szerelni. De hát a kamera lobby kakil oda. Így van. Van egy jó szándékú újságíró a Dél-Magyarnál, akit felhívnak. Ízike, hallod, van egy akkor azt nem fogod elhinni. A zsombói kakifantom. A kakifantom megint lecsapott. Mi történik? Önbetörés. Igazából a saját emberük kakil. Önbeszarás. A saját emberük. Figyelj. A saját emberük kakil. Igen, mert a tetteni, mert alapvetően, tehát hogyha ténylegesen egy bűncselekményről, illetve egy szabálysértésről, nem is tudom, minek számít egyébként kötelező. Csak el lehetne kapni szeptember óta. Hát nem áll. Az mi? Van egy ilyen, az egy szabálysértés? Gondolom, azért nem szerencsés. Na, igen. Nem tudom, a tényállás jelenleg. Ugyanakkor képzeljétek el, hogy milyen helyzetben vannak. Onnantól kezdve, hogy kiderült, hogy a kakifantom garázdálkodik, én mindenütt Bábahegy, hogy mondják, Bábahegyi megálló. Bábahegyi. Na, a Bábahegyi megállóban, onnantól kezdve itt senki semmiért már nem hajol le. Képzeljétek el, mert hogy bármi, valaki oda megy, hogy hívják, mit tudom én, Margitka néni, és lejti a kulcsomóját, vagy lejti a ritikuljét, vagy a zsebkét, nem mer lehajolni, nehogy tetten érjék. Nehogy ő legyen a kakifantom. Mert legugol valami, abban a pillanatban hatan ugranak rá. Meghajolj! Azt kell megcsinni, hogy a házi orvos mindenkinek ad hashajtót. Igen. És megnézi, hogy kirohan a busz megálló felé.
Miért ez már beépül? Neked, hogy csak oda tudsz menni? Hát nem, mert akkor a kakifantom ugye nem hazaindul, hanem a busz megállóra. Ez olyan, mint a házi kedvencnek a macskalom, hogy csak ott tud? Igen, tehát a kakifantom valószínűleg rászokott már a busz megállóra. Aha. A zsombóiak mindenki kap az italában hashajtot, igen? És aki a busz megállóba igyekszik és hirtelen az övéhez nyúl, ő a kakifantom. És megvan. Aha. Érted? Tehát be kell őket fosatni. Ja, és aki a busz megállóba megy. Zseniális. Mit csinál itt Marika? Nem is itt lakik. Semmit, Marika, a kakifantom. Aha. Már meg is van. Érted? Ki kell csalni a méze, a mackót az oduból. A mackót az oduból. Lépre kell csalni a macit. Ez a lényeg. Be kell őket hasajtózni. Én szerintem itt önkakilás. Aha. Ez önkakilás. Ez az önkakilás tipikus esete. Tehát a zsombói kakifantom számára a bábahegyi megálló murvája az ugyanaz, mint a házi kedvenceknek a macskalom. Igen. Tehát ő oda kaparja el a kut. Igen, honnan tudják, hogy nem egy nagy testű kutya? Most csak kérdezem. Jött valaki az NCS-től, és azt mondta, hogy megvizsgáltuk emberi? Van mellette papír, mondjuk. Nem? Hát miért egy intelligensebb kutya, ha elleste a gazdájától, érted? De honnan tudják tényleg? Honnan tudják? Hát mi mondod? Alakja, hát, formája? Megvizsgálták? Kiment az ANT-t? Ez a kölyál? Honnan találtak mellett egy fél oda délmagyar. Igen, már egy erőtérsen használ. Igen, szeptemberben még talán egy mércabit is. Nem, ez fura, én nem ismerném meg, vagy én nem mondom meg. Mi van, ha egy intelligens dándog mindig fölkoporodik a busz megállónak az ülésére, érted? Mert ő ott szeret. És egy ilyen ember méretet, hogy ki oda gittel. Egy pufajka belsőt. De busz megálló nincs is, két pad van. Csak. Tehát, hogy még azt sincs, hogy egy picit ilyen zárt helyen, tudod, régen voltak ezek a ilyen hullámpalával borított kis busz megállók, oda bekuszorodsz a sarokba, de ilyen nincs, itt nincs semmit, két árva pad van a téren. Hát, bátor az illető. Igen. Na mindegy, gyerekek, jól van. Ha van hír a zsombói kakifantomról, írjátok meg nekünk. Jó, ha elkapták, drága zsombóiak. Jó? Mert egyelőre mondom, most már újságok boncolgatják, de nincs megoldás. Össze kellene gyűjteni egyébként az összes ilyen megoldatlan ügyet, és csinálni belőle egy tévésorozatot, mint olyan K-Akták címmel. Igen, a zsombói kakifantom, a sárbogárdi rém. Jó lenne. A kakifantommal indulnék egyébként. Az első. Na, játszunk egyet, itt van már is a játékosunk, a kérdés itt mondóra. Visszafelé beszélünk. Ülészebb élet a szív. És hozzájállat, élet a szívben. Aki kérdez. Sziasztok, Dóra vagyok, találjátok ki, mint mondok visszafelé. Aki válaszol. Te írj egy hallgatat, mire emlékeztek, a golfpályán minden lyukba belekaki Dóra? Tényleg. Egy nemzetközi hír volt, ugye, hogy egy golfpályát tartott rettegésben, oda ment, belegített a lyukba a szerrom. Hetekig nem tudták elkapni a golfpályát, tulajdonos, ők is kamerát akartak föl. Fedezi, mindig azt vették észre, hogy valamelyik lyukba... Telen akart egy 30 lyukat. Érted. Szerintem írtó menő egyébként beszokni egy golfpályát és belegíteni a lyukba. Tolni egy birdit. Szerintem igazán jó fejség. Nagyon rossz. Halló, jó reggelt! Sziasztok, Norbert vagyok. Szia, Norbi. Norbi, hello. Na, figyelj, mindenünk van, úgyhogy választhatsz. Uh-huh. Legyen egy híres ember. Legyen egy híres ember. Húha, jó, hát híres ember, megnézzük, akkor mi nem ész ezzel, figyelj. Anna Zsuzs Dráglop. Hogy? Jaj, ez Anna a Zsuzs Dráglop. Dráglop. Ráglop. Ráglop. Anna Zsuzs Ráglop. Ja. Ráglop, mi a vége? Aha. Igen. Ráglop. Na. Polgár. Na. Zsuzsanna. Így van. Így van, nagyon jó van. Jól van. Így van. Polgár Zsuzsa, így van. A kiváló teniszezőm. A kiváló ötusázom. Figyelj az SMS falak. Nem jönni legyünk. Nem is sankanyunk. Parom, és te vezetsz rádium. Na, figyelj, hát ez gyors volt, ügyes volt, flott volt, úgyhogy Norbikám, egy gyönyörű ajándékcsomagot adnánk neked. Szépen köszönöm. Így van. Nem vagy zsombói véletlenül? Nem. Honnan hívtál minket? Miskolcról. Hát akkor te se tudsz semmit a zsombói kakifantomról. Semmit. Annyira jó hír, nekem ez úgy tetszik. Egy nagyszerű. Igen. Hívjuk haza Trütkót Amerikából, forgassa ezt le. Hozza haza. Kapja el nekünk a zsombói kakifantomot. Trütkó kell ide. Jöjjön haza Washingtonból. Így van. Hallottál már az avasi fosdémonról? Nem. Nagyon durva. Szerintem olyan nincs. Túl tesz a zsombóin. Norbikám, küldjük az ajándékcsomagot, jó? Nagyon szépen köszönöm még. Köszi, ciao. Hello. Szia. Hello. Na jó van, gyerekek. 8 óra, és ezt is megoldottuk részben. Na, sajnos hát, nem tudtuk elkapni. Felhívtuk arra a figyelmet, hogy itt egy országos problémáról van szó. Kell az a kamera, adják meg zsombónak a kamerarendszert. Így van.
adják meg zsombónak, ami a zsombónak jár. Kapják el a kaki fantomat. 8 óra van, pontosan jövünk Ákos ide után. Klassz FM hallgató. Folytatódik Magyarország első és egyetlen morning show-ja. A mikrofonnál a hazai rádiózás legnagyobb sztárjai, Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri és Vadon Jani. Ez itt a Morning Show, Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora. Itt a Klassz FM-en. 8 óra után vagyunk, 16 perccel. Jó reggelt kívánunk mindenkinek, itt vagyunk. Hello, Feri, hello, Jani. Hello. Sziasztok, jó reggel. Nehezen indul ez a szerda, de elindult. Szerda van, őszi szünet, ráadásul gyerekek otthon. Szülők animátorkodnak, nagy szülők. Otthon azért. Na igen, hát van, akinek a gyerekei a munkába vannak. Ja, ja, hogy látjuk. Igen, hogy látjuk, igen. Ezért értelmezhető dolog, hogy 4-9-kor minek viszik be valaki mert a gyerekét egy tévéműsorba. Mert tudnak végre, érted? Aha, mert most hogy végre együtt lehetnek. Igen. Mert a gyerekek akartak menni. Együtt van a család, bent a mokkába. Igen, szóval, hogy őszi szünet van, és szerda van. A jó hír az, hogy 3 napos a hét, ugye? Úgyhogy egy 4 napos szünet után csak 3-at kell dolgozni, és... Nem, a hét egyébként 7 napos, mint mindig. Hét, igen, de hogy 3 munkanap van, úgy értem. Te kötözködsz. 3 munkanap arra gondoltam, és aztán megint 2 nap szünet. Igen. És aztán mennyi szünet? Na, és aztán mennyi szünet, gyerekek, így van. Viszont majd meglássuk. Nagyjából 1,5 hónap múlva karácsony tébe. Belegondoltatok, hogy de, karácsony de. Mindjárt, na megint. Várom. Én már várom. Te a karácsony, vesetek, ne kamuzzál már. Már megvetted az ajándékokat, becsomagoltad a szívedet szeretetbe, és már a zabálás miatt. Szaloncukrokat vásárolt. Ne, tényleg durva, egyébként most volt. Tehát most volt, és újra elment egy év, és hát ez egyszerűen elképesztő, nem tudom. Nagy közhely, de mióta az embernek gyereke van, sokkal gyorsabban megy, nem? Igen. Sokkal gyorsabban megy, amióta egy gyereked van. Nekünk is. Sokkal gyorsabb vagyok én is, mint a gyerekem. Csak 5 percünk van mindig, mert aztán ránk a gyerekem, és sokkal gyorsabb vagyok. És csak én vagyok boldog. Igen, jó, hát neki ugyanannyi ideje volt. Hát most apu pisildik el, menjünk ma innen. Na. Én is szeretnék, de hát így nem tudok. Igen. Nálatok most ki van a gyerekkel? Anya. Igen? Ha persze, persze, ő is szabadságot vett ki, úgyhogy szépen otthon majd én és is a másikkal? Igyekszem. Ővel már is. Kettőben. Kibír kettőt. Két gyereke otthon? Egyszerre. Meg még kapunk is, azt majd még 2-t. Úristen, ez még mindig megy. Én ja, illetve csodálatos dolog ez. Ez a fantasztikus dolog még mindig megy, azért hogy áthozzák a szomszédok. De azért jó, mert ha 2 gyerekem van otthon, meg mi, akkor neked be kell szállni a játékba. Ha van már még plusz 1 gyerek, vagy 2, tegnap 1 volt nálunk, ma még jön 2, akkor ők el vannak, bandáznak, és akkor csak óránként van valami, hogy apa, éhesek, hogy gyertek, itt a kaja, tessék. Eltűnnek, megint 1 órát játszanak, tehát az egy jó intézmény. Ez abszolút. Oda tudod. De olyan még nem volt, hogy mondtad nekik, hogy, hogy fia, most holnap hozzatok már magatokkal valami kaját, ahol ott éled, mert már tényleg kieszitek az egész. Meg az az előnye megvan, tudod, hogy elméletileg majd én is visszaadhatom az én 2 gyerekemet aha. Nekik, és akkor is. Akkor fogsz majd koppandni. Nem vetted még észre, hogy csak nálatok bandáznak állandóan? Egyébként egy kicsit igen. Fé, Jóska, most már tök jó lenne, hogyha mi is, hogyha a panáik se átmernének hozzá. Ja, nem leszünk ott a hétvégén, bocs, ne haragudj, hogy félre, nem tudom, hogy alakult. Viszont a 2 gyerek lenne nálatok megint. Igen, ez tényleg jó, Benny is volt most hétvégén ilyen Halloween-es kis partiból. Halloween koncertem volt, így van. Csirkét daráltak, és élő patkányokat fejeztek. Nem. Ez tök jó, igen, a sok gyerek együtt bandáznak, becsöngettek ott házról házra. Cukrot vagy csalunk valami. Igen, nem sose értettem, hogy mi van. Ad vagy kapsz, nem tudom mit csinált, adott, kapott, mondta, csak nem figyeltem. És itt tök jó volt. Már nem azért, mert nem volt otthon, hanem jó, amikor így bandáznak tényleg. Igazából a az gyereknek mindig a legjobb játszótársa gyerek, tehát tudjuk, hogy szeretnek velünk játszani, meg mindent, de azonnal lecserélhető, vagy ha van egy azonos korú. Azonnal. Tehát, igen. Hogy inkább ő. Hát igen, a gyerek legjobb játszótársa a gyerek, vagy a mobiltelefon. Most ez így módosul. Az nem jó, ha a mobiltelefon a legjobb hát társ. De most... De legalább nyugton van. Egy befogja. De... Nem is egy basztat. Van mobiltelefon, és akkor minden megvan oldódva.
Vagy minden megvan oldva. Na jó, a Mastercard játékunkat ne felejtsétek el, nem sokára hívjuk a nyertest, naponta... Már hívjuk is. Hát 9 óra után valakire rácsörgünk, persze. Azt a mindenségét. Ja. Azt a betyárját. Hey, de jó lesz! Hogy három mondod, kiváló... Milyen tab van? Tab? Apple. Apple veszett jószág. Nem szabad elfelejteni. Bizonyám. Apple vész. Úgyhogy... Úgyhogy van egy telefonunk, gyerekek, illetve pontosabban egy tabletünk, egy laptopunk, vagy bármi is ez. Adunk még 100 000 forintos vásárlási utalványt, wellness hétvégét, iPhone 7-es, új iPhone 7-est. Azért az nem gyenge. Még nekünk sincs, és mi már adjuk. Bizony, nekünk sincs, és mi már adjuk. Pedig nagyon küzdöttünk, hogy legyen. Ki használta meg eladásra? A repülőgépről csak egy sztori. Na. Ha nem hallgattad a kis tájékoztatót? Jaj, de hát a saját videónkon rajta van. Zseniális volt. Hát az óriási. Mert ugye mindig azt mondják a repülőgépen, hogy legyenek kedvesek a mobiltelefonokat, vagy a repülési módba kapcsolni, vagy kikapcsolni. Igen. Teljesen. Hát egy modellre azért most fölhívták a figyelmet. Hogy a Samsung Note 7, ha Samsung Note 7 se van, nyomatékosan kérjük, hogy ne kapcsolja be a telefonját, és ha bármi rendellenességet észlel, azonnal jelentse a légiutas kísérőnek. Tölteni tilos. Tölteni tilos, minden tilos a Samsung Note-tal. Tehát ott még az sincs, hogy repülési mód, hanem csak kikapcsolva. Mit mondod, Samsung, Samsungot mondod, igen, nem iPhone, Samsungot. Apám. Tartomára kikapcsolva kell tartani, valamint ezelőtt készülik egy töltésre a fedélzetünkön szigorúan tilos. Amennyiben bármely problémát észlelnének mobilkészülékeikkel, vagy akár elektronikus készülékeikkel kapcsolatban, kérem haladéktalanul forduljanak a személyzethez. Köszönöm figyelmüket! Ennyi. Ez ebből hogy jön ki ez a cég? Hát rosszul. Ez figyel. Hát egy milliárdos bukóba, de dollárba. Ez csúnya bukó. Azért. Jé, az mennyi most a dollár? 300? Nem, mert senki utána számolja most Koreában. Hát az figyelj, az irgalmat. Nem, nagyon nagy cumi, tényleg. És nyilván meg tudják oldani, meg vannak biztos jó készülék. Igen, de tegettem rögtön. Nekem négyes. Hetes. János, megpróbálták a kiárathoz vezetni, leszállítják, mert látták, hogy használják, de mondtuk, hogy nincs probléma. Ez még nem a hetes. De érdekes ugyanakkor a márka hűség, hogy az hogy működik, mert bebizonyították, illetve lemérték nyilván, és azt hitték, hogy akkor megugranak majd az iPhone eladások, és kiderült, hogy nem. Tehát, hogy a Samsungosok megbocsátották ezt a Samsungot. És várnak a 8-ra, és vagy megvárják a 8-at, vagy régebbit vesznek, tehát megveszik a nem tudom Note, nem tudom miért, hogy számozzátok ti azt, vagy hogy hívjátok. Hát így 4-es, 5-ös, 6-os. De hogy nem mennek át egyébként az iPhone-hoz, és nem ment el több iPhone. Ja. Ahogy egyébként volt, hogy én sem mennék át a Samsungot azért, mert most mondjuk az iPhone 7-es sem lenne, és lenne valami zűr, akkor vennék egy régebbit, vagy használnám, de nem csalnám meg magát a márkát. Jó. Tehát, hogy olyan szintű lojalitást építettek föl, hogy nem mennek el a Samsungosok a Samsungtól, és nem vesznek más telefon. Igen, de ez nem egy aranyos kis hiba azért. Hát gondolod. Az, hogy lerobban a félfület, kicsit ilyen kilaudásodott, azért az elég szomorú. Igen. Igen, azért ott följön a anyósodat, és közben felrobban a félfejed, az lehet, szomorú, mert ez egy banális dolog, mert hogy egy aksi problémáról van szó, tehát szoftveresen, meg így a szolgáltatási tekintetben kiváló készülik, mint az egész széria. A notok mind nagyon-nagyon jók voltak. Már valószínűleg nem is ők gyártják az akkumulátort, hanem begyártó valaki. Ez sovány igaz, hogy nem mi gyártjuk, meg begyártó gyerekek. És nem lehet benne aksit cserélni? Tehát nincs olyan visszahívás és kicserélni. Nem tudják, hogy miért robban egész pontosan, tehát az egész gyártást leállították, tehát nem is tudják azt megcsinálni, hogy akkor visszahívják, megcsinálják és visszaadják neked, hanem vége. De csak aki megvette, az visszakapja a lóvéját, ha én bemegyek a Note 7-esemmel. Hát visszahívták az összes készüléket. Tehát elviekben vissza kell adni. De belegondolok egyébként, hogy nekem egy nagyon kedves ismerősöm egy telefondíllel jelezte, hogy a régi készülékemet most jutányosára lecseréltem az új. Hát ez. Csak egyébként mit csinált a Samsung vezetősége? Október 29-én volt egy rendezvény, egy Samsung rendezvény, ahol 20 kínai és koreai vezető egy eseményen közösen térdre borult a kereskedelmi partnerek előtt, hogy hálálkodjanak azért, mert kitartanak a gyártó mellett. Tehát ők térden állva próbáltak bocsánatot kérni azért, hogy elkövették ezt a hibát, hogy robban a telefon. És hát ebből aztán óriási bajhé lett, mert hogy megírták, hogy Kínában csak a legszélsőségesebb esetekben ereszkednek térdre az emberek, ami a feudalizmusból maradt, és ez óriási sértés náluk. A halottak, a mártírhősök és az istenek előtti áldásért borulnak csak térdre. Tehát a kínaiak full berágtak a Samsung vezetőségére, hogy ők térden állva könyörögtek azért, hogy maradjanak még a vevők. És ebből óriási balhé lett egyébként a kínai vásárlók között, hogy megnézték, hogy a Samsung vezetők
térden állva könyörögnek, hogy maradjanak lojálisak. Csak jót akartak szegények, de Kínában ez nem jött. A vevő az Isten. Komoly. Miért? Ez szimpatikus. Igen. És a Samsung persze azonnal mondta, hogy hát ők erről nem tudtak, meg hogy ez az ottani vezetőség akciója volt, és hát köszönjük szépen, hogy a kereskedők kitartanak, de hogy ők nem tudtak erről a térdre forrásra. Hogyan halmozzunk hibát hibára? Most már egyébként a veszteség 2,5 milliárd dollárnál tart a Samsung vesztesége. 2,5 milliárd dollár. Az a kis részvényesek ott azért fölsikoltottak, mikor ez a hír kijött. Igen, de... Más szegmensben behozzák. Igen, ők picit másképp gondolkodnak, más októberekben. Tehát, hogy majd máshol nem bejön ez a kis pénz. Azért az a megvan, hogy Tim Cook térden állva könyörög? Nem? Hogy Léci, ne kapcsoljátok be a telefon. Azért ezt ugye nem tudjuk elképzelni. Na mindegy. Szóval... Hát, ugye, Feri, hát ez... Szóval most tényleg, hát most... Na, hát tudjuk azért, hogy ez hogy van. Nézem. Küldök is egy karácsony 325 forintot a hetesér. Tényleg? Karácsony 325. Használtad a Mastercardodat? Mastercardodat? A kinti vásárlás is számít? Bármi, ahol használtad a Mastercardodat. A lényeg, hogy vásároljál online, ne készpénzezzél, hanem Mastercardozzál. Ja, akkor beküldöm. Jó, drága hallgatók, tessék Mastercardot használni. Ha van, természetesen, ha nincs, az úgy azért megnézíti a körülményeket. Amennyiben? Ha és amennyiben van bankkártya, kérem használja. Ha nincs, akkor kérem ne használja. Na, egy nagyon érdekes témával készültünk, ezt még nem csináltuk meg eddig, de számítunk sok szórakozató SMS-re és hozzászólásra. Ugyanis egy brit családanya 14 babysittert fogyasztott el, és egy magyar fiús volt az utolsó között, akit elküldött. A nő szerint mindenkiben volt hiba, de persze a babysitterek máshogy emlékeznek erre, és megkérte egyébként ez a nő, aki elküldött 14 babysittert, hogy mondják el a babysitterek, hogy mi volt vele a baj. És mind a 14 babysitter, akiket kirúgott, azok hát nyilatkoznak arról, hogy mi volt ezzel az angol nővel a baj, aki egyébként egy 4 gyermekes anyuka volt, és hát vette a bátorságot 14 kirúgás után, hogy megkérdezze az eddig neki dolgozó babysittereket, hogy mit gondolnak róla. És hát elkezdődött a babysitterek panasz áradata a mindennapi házi munkával kapcsolatban, a gyermekvigyázás mellett, és hát szenzációs dolgokat írnak a babysitterek. És arra gondoltunk, hogy ugye azért ez itthon is létezik, és működő intézmény maga a babysitterkedés, nagyon sokan használnak babysittert, vagy tehetik azt meg, hogy áthívnak valakit, vigyáznak a gyerekekre, és úgy próbálnak egy kicsit elszökni, hogy írjanak nekünk olyan gyermekekre vigyázók, akik a házi asszony vagy a házigazda különleges kívánságával találták szemben magukat úgy, hogy számukra is értelmezhetetlen volt ez a dolog, vagyis hosszú évekig dolgoztak valahol, de közben a szülőknek olyan kívánságaik voltak, amiket nem nagyon tudtak hova tenni. Hát gondolom rengeteg ilyen van. A mosogatás, mit, hogy kell csinálni? Például az benne van a babysitteri pénzbe. Tehát hát, azt mondod, hogy vigyázni kell az én két gyerekemre, de ha már itt vagy, kedves, mi elmegyünk moziba anyával, mosogass már. Az nem el. A takarító nő már. De most kategória. Egyébként már gyerekek alszanak. Lehet, hogy nem egy gyerek fér után. Ahogy, de csak ha már otthon a függönyöket is mossak. De igen, hát ez megegyezés szerint van szerintem. Attól függ, miben van ha benne a babysitter. Ha előre megdumálod, igen. Akkor oké. Okay. Na, csak hogy egy-két babysitteri hozzászólás, csak hogy mit csinált ez a családanya. Például az egyik babysitter azt kifogásolta, hogy nagyon fura volt nekem, amikor ő belépett, hogy elmenjen ehhez a nőhöz és vigyázzon a 4 gyermekére, akkor a nő és az ő férje vízipisztolyjal fogadták. És hogy belépett a lakásba, lelőtték vízipisztolyjal, de a vízipisztolyban nem víz volt, hanem a saját pisiük. És azzal lövöldöztek a gyerekekre, meg a babysitterre, meg egymásra. Tehát ő egy ilyen vízipisztoly csatába érkezett meg éppen. A gyerekek általában... gyerekek általában mesztelenül rohangáltak otthon. A gyerekek vízipisztolyával lövöldöztek egyébként a felnőttek. Nem kellett fölöltözni, nem volt kitakarítva, belefulladtak a szennyes ruhába, és a nő mondta nekik, hogy ha jól esik, akkor egyébként kitakaríthat, kivasalhat. Ha jól esik. És vigyázhat az ő neveletlen gyermekeire. Majd azt mondta, hogy kap ingyen angol órát, kaját, szállást, mi kell még, kérdezte ezt egyébként a házi. Kevesebb pisi. Hát most azért bele kell, hogy férjen egy kis pisi lövöldözés. Ingyen angol. A másik babysitter azt mondta, hogy egyedül hagyta a 3 hónapos és a 2 éves gyermekét egy 18 éves lányjal, ami azért gyerekek, hát azért megoldja egy 18 éves lány gyermeke, majd elment a férjével síelni. Elment a férjével síelni. Elment a hétre síelni úgy, hogy ott hagyta a 2 hónapos gyereket,
és a 2 éves gyereket a 18 éves lányjal, aki nyilván pacsizott, fiúk jöttek föl hozzá, hát kevésbé tudott foglalkozni a 2 hónapos gyerekkel. Akivel azért úgy elég sokat kell foglalkozni. Igen, és már 2 nap után kezdte kellemetlen érzni magát, mert nem mondták meg, hogy egy hétre mennek. Volt egy másik babysitter, aki csinos volt, és ez a Sona nevezetű nő nagyon féltékeny volt rá, és megfogadta, hogy soha nem fog nála magánál csinosabb babysittert alkalmazni. A gyerekek uraltak mindent, almacsutkával dobálóztak, és hát ez nagyon-nagyon szerették, mondom, mikor vízipisztolyjal megtöltötték Pisivel, és egymással lövöldözhettek. És ebben néha szülők is beszéltek. Na, most őszintén nálatok, mennyire kizárók, így mind a kettőtöknek szól a kérdés, természetesen mennyire kizárók az, hogyha ha a csinos fiatal babysitter lány érkezik. Semennyire. Nálam semennyire, a feleségemnél. Ja. Nálam miért lenne kizárók? Hát azt mondanám, gyere be. Nincs vele baj, csak szerintem lenne belőle nézetet. Mártos volt, hogy a Viki véletlenül rácsukta a garázs ajtót. Igen, a nyakára. Igen. Nálunk több fiatal babysitter is nyomtalanul eltűnt. Csak a rendőrség jött mindig kérdezősködni. Igen, de és nagyon fura, hogy a hátsó tujás sokkal jobban zöldellek, és mindig fel van körülöttök ásva a föld. Nekünk csinos volt a Fálmi, aki járt hozzánk, amikor még kicsik voltak a srácok, és akkor négy elmentünk moziba. Igyekeztem is hamarabb hazaérni. Valamit otthon felejtettem. Is. Jaj, visszaszaladok, drágám. Mondjuk fura a nő egyébként, nem ez a Siona vagy Sona, aki felvesz egy egyébként táncos nőt, babysitternek, hát majd féltékeny lesz rá. Na. Tehát azért ez egy elég fura, laza erkölcs azért. Siona, te vagy a hibás. Igen. Már még azért nézel ki, hogy rohagyd be. Igen. Azért azt nem láttam én sem nagyon, hogy Viki mondjuk nem tudom, keresett ilyen topless táncosok között babysitter, tehát azért úgy nem jellemző, hogy ott keresel. Meguntad az éjszakai életed, drágám. Igen, akkor gyerekre vigyázz, igen. Unod az éjszakázás, gyere, akkor vigyázz. Gyerekünkre. Már volt olyan, akit ő talált, gógó táncos volt és szabad idejében babysitterkedett. Az jól hangzik. Hogy volt ilyen. Gogó táncos és szabad idejében babysitter. Én azon aztán csaptam, mondom, megvan! Így van. Aztán nem lett belőle semmi. Egy esély mindenkinek jár! Lehet még attól rendes. Igen. De ilyen hirdetés most is találsz az interneten. Tehát gogó táncos, aki másodállásban egyébként ez kiegészítő állásban babysitter. Uh-huh. Nap a kicsit este meg aztán megy segedre. Hát nem akárnád, hogy egy ilyen ember vigyázzon a gyereket. Mi ezzel a baj? Főállaló egy babysitter? Nem, az szórakoztat tépárba dolgozok konkrétan. Hát Trani vagyok a Moulin Rouge-ban. Annyi mindenre meg tudnám tanítani a gyereket. Na, drága babysitterek, drága hallgatóink, akik voltatok már különböző családoknál, vagy vigyáztatok gyerekre, vagy vállaltatok babysitteri munkát, írjátok meg nekünk, hogy miből volt a gubanc, mit várt el tőletek a szülő, ki kezdette veletek az apuka, féltékenykedette az anyuka, volt-e lehetőségetek, amikor a gyerek üveggolyót dugott az orrába, kivenni belőle, vagy hagyni kellett, és mert azt mondta az anyuka, hogy nem szólhatsz rá az én gyerekemre. Ilyen is van, hogy a babysitter nem nevelhet. Vagy a ti orratokba dugott üveggolyót. És az anyuka kezdett ki veletek. Igen. Tessék, most találtam. Babysittert keresünk nyári nudista nyaralásainkra 3 kisgyerek mellé. Júniusban 2 hét a horvát tengerparton. Jani, van állásod. Az nem rossz. Elmész Pécsbe, Pöcsbe. Nem rossz. Terelgeted ott a gyerekeket. Jobb kezem, bal kezem, te meg amit találsz. Hát ott kapaszkodjon föl, Jani bácsi. Jancsi bácsi, én ezt megfoghatom. Persze. És átmenjünk az ebrám, tessék megkapaszkodni. Ne fickáldozz, ne mozog. Már csak olyan lesz belőle. Babysittert keresünk nyári nudista nyaralásainkra. Most gondold el. Beteg állat. Nagyon jó. Megvan. Hogy? Nekem ez tetszene. Mert hogy elmegyek. Apás babysitter. Van ilyen, hogy apukák mennek babysitternek? Persze, simán vállalhatod. Persze. Ez menő egyébként. 2 gyerek plusz a fedeles kosár. Értem. Mindent viszek. Na, drága babysittereink, írjatok nekünk, jó? Hogy mi történt veletek, miért volt furcsa az anyuka, apuka, mit várt el, mit kellett csinálni, ki volt a legőrültebb család, ahova betoppantatok gyereket vigyázni, vagy gyerekre vigyázni. Jó? Küldjetek nekünk SMS-eket, mi pedig jövünk Ákos híreit. Mondjuk 9 múlt, pontosan 1 perccel. Itt vagyunk, jó reggelt. Kívánom mindenkinek.
Jaj, faragtatok tököt? Hogy ne faragtunk volna? De én inkább faragtatni szeretek. Én is szeretek az tököt azért faragtatni. Kínom a néha faragok én is. De. Mikor összekulcsolod a tartozom a kezelet. Így van. Faragját. Faragját, faragját. Ég csak az a kis teamécses. Ég az a kis teamécses ott benne. A kis lángszemet. Hadsz vagy kapsz, hadsz vagy kapsz. Adok is kapok is. Kint vagy benne, kint vagy benne, kint vagy benne. Szóval olyan edes volt, hogy Gyula hozott nekem dekopérfűrészt, amit aztán persze nem vittem haza. Semmi értelme nem volt, hogy behoztad, de tök helyes volt. Ez azért jó egyébként, mert így ünnepek után meg tudom venni féláron majd azt a rohadt nagy tököt, amit a Laci vett, sőt szerintem odaadja majd ingyen is. Ugye Laci most hallasz, persze, majd én elviszem. A Laci hozott át tököt? Igen. Nem. De. Dehogy is, nem én azt hozattam. A Laci vette. De nem én hozattam, hát a Laci vette a műsorban, majd a műsorban faragunk tököt. Igen. A Laci nem a cselédem. Végül is nem hozott. Dehogy nem. Te ja, nem, persze nem. Szóval nem, behozta, hogy faragjuk magától ki, aztán te elmentél, mi pénteken retroztunk, nem faragtunk, és akkor itt maradt. Itt igen, maradt. Igen. Hogy is mondjam csak, hogy néha a Laci lelkesedésének te vagy a hullámtörője. Laci, láttam egyet, hogy Laci lelkes. Ez önmagában nem létező. Igen, ez egy paradoxon. Nem, egyszer volt egy témánk 3 éve, azt hiszem, akkor azt tetszett neki. Igen, de aztán az nem került adásba. De akkor egy kicsit lelkes. De most megvette a legnagyobb tököt, amit talált a piacon. Tehát akkor a tököt vett, hogy komolyan egy ilyen hintót lehetne belőle fogni. 4 kerék kéne rá, meg elé pillangók, és már meg is lennénk. Mi volt ez a rettenetesen depressziós zene? Nem volt ez depressziós, és nem volt rettenetes annak idején 30 évvel ezelőtt, amikor megjelent, mert hogy ez a Notorious című Durán Durán szám volt. Azt így vágod? Idén 30 éves, igen, az szereti album. Hát nem volt rossz album. Na. Jó kis popzenekar volt. Illetve még az is, most is. Nézzük akkor gyorsan, mit írnak a hallgatóink, hogy arról beszélgettünk, hogy egy brit családanya 14 babysittert fogyasztott el, és egy magyar fiú is volt egyébként az utolsó elküldöttek között. És hát Sona szerint mindenkinek volt hibája, a babysitterek nyilván máshogy emlékeznek, és Sona megkérdezte a babysittereket, hogy mondják el nyugodtan őszintén, hogy mi volt a baj vele, és mindenki leíratta. És aztán arra kértük hallgatóinkat, hogy írják meg nekünk szintén elsősorban nyilván azok, akik dolgoztak babysitterként, hogy mi volt a furcsa a családban, ahol voltak, mit kért tőlük apuka, anyuka, mit kellett csinálni, hogy lehetett nevelni a gyermeket, mit lehetett vele és mit nem. Hát aki babysitterkedett, azt tudja, azért az nem egy egyszerű. Nem. Foglalatosság. Más gyerekét nevelni, tekintélyt kivívni, jóba lenni a szülőkkel, megfelelni. Szóval az nem egy egyszerű. Nem egy egyszerű munka szerintem. San Franciscóban babysitteltem, kérdeztem egyikes az apukát, hogy van-e Wi-Fi-jük Nintendo, van-e Wii-jük. Ja igen, ez a Nintendo. Ugyan, az is igen. Meglepett arccal elkezdett a konyhában turkálni, és elővett egy dobozkát tele fűvel. Tehát volt. Igen, ő azt értett, hogy víd, ugye? Víd, igen, az a fű. Ez igen, víd. Hát milyen menő, hogy apuka elővett a vídet. Egy kis víd, de hogy nem. Az egy kis víd. Kicsit eldugta baranyom, de mindjárt meg lesz. Nagyon jó. Igen. Itt van. Nézd csak. Hú, egy Super Mario a kedvencem. Igen. Na, ez egy hallgatónk. Halló, jó reggelt. Sziasztok. Hello, ciao, hogy hívnak? Timi. Timi vagyok. Timi, Írországból most, vagy Írországban dolgoztál? Írországban dolgoztam. Dolgoztál, aha. Na, babysitterként? Hát ott ópernek hívták hivatalosan, de igen. Az óper az, aki azt különbözheti meg a babysittertől, hogy az házi munkát is vállal, nem? Hát igen, de ez úgy működik, hogy ott lesz az ember a családnál, de hivatalosan a gyereknek a dolgait kéne takarítani maximum, de én nekem a szülők fürdőszobájával is nekem kell foglalkoznom. Aha, ez megállapodás része volt, vagy elkezdtél dolgozni, és aztán minden nap hozzátettek valamit a feladathoz? Nem, én egész konkrétan kikerültem Írországba, és akkor így az első napon anyuka a kezembe adott egy ilyen heti rendet, ahol le volt írva, hogy hétfőn fürdőszobát kezden, ágynemű húzás, mit tudom én, és szépen le volt vezetve, hogy melyik napokon nekem milyen szinteket és mit hogy kell takarítanom. Uh-huh. De is csináltad lelkesen, gondolom, az elején. Hát a lelkesedés az egy kicsit túlzás, mert én is így furcsának találtam, meg ráadásul nagyon furcsa zuhanykabinjuk volt, és én meg is kérdeztem tőle, hogy hát ne arra mondjad, ezt mégis hogy tudom takarítani, és azt mondta, hogy fogalma nincs, mert ezt mindig az óperek szokták csinálni. Aha. Én még életében a zuhanykabinját nem takarította ki. Na, de aztán belementél, elkezdtél náluk dolgozni? Igen, én náluk dolgoztam, hát nem volt túl sok lehetőségem, mivel kimentem, senkit nem ismertem, és megtakarított pénzből mentem ki, hogy nyelvtanulás, meg kis pénzkeresés, úgyhogy... Ott azt hiszem hetente fizetnek, vagy két hetente, nem? Heti fizetés. Mennyit kerestél? Heti 90 euró. Hát az nem sok. Hát az nem sok, az ugye maximum egy 30 ezer forint durván, az 400-120 ezer forint havonta. Tehát az nem sok. És 3 gyerekre kellett vigyázni?
Igen, és anyuka néha egy cipőre annyit költöz, mint az én egy havi fizetésem. Hát igen, hát nyilván, ha megteheti, igen. Na, de miért kell elvállalnod, ha már az elején se tetszett? Mert hogy nem volt más, azt mondod? Igen, hát nem ismertem senkit, itthon egy babysitteres oldalon találtam erre a családra, úgy volt a levelezés, találkoztam is velük, és amikor kimentem Írországba, akkor szembesültem a dolgokkal, és akkor így kiderült, hogy azok a napok meg az órák sem úgy vannak, így kb. Reggel 7-től este 7-ig én szolgálatban voltam. Aha, és anyu mit csinált még? Imádott vásárolni? Igen, hát ő nem dolgozott, nem szeretett vásárolni. Hétvégente is nagyon szerették lepasztolni a gyerekeket, ha én otthon voltam, úgyhogy volt, hogy csak azért léptem ki a lakásból, hogy ne legyek otthon, mert akkor biztos megnyerem őket. Úgyhogy igen, egy kicsit. És ki kezdett a pároddal? Hát ez úgy volt, hogy én már végeztem a családnál, mert úgy lett az egy évem, és én akkor már rendes munkát vállaltam ott kint, és az akkori párom, akivel együtt éltem, anyuka ugye hát jobban volt velünk, és átjárogatott, és egy kávémárkának a nagy kedvelője, és amikor én délután vagy este hazamentem, akkor azt láttam, hogy ott volt az a bizonyos ellopható papírpohár, és így megkérdeztem, hogy ő itt volt, és mondta, hogy igen, itt volt, mert meglátogattam, hogy eltölt a lába, és akkor egyszer csak a családban minden pillanatban megszakadt minden kapcsolat, letiltottak minden fórumról, Facebookról, mindenről, és aztán kiderült, hogy ezért, mert hogy anyuka a hátam mögött az így összetűrt a levet az úriemberrel. Ó, tehát a te pasiddal anyuka összejött. Igen. Aha, gondolom szakítottatok. Persze. De mondjuk ez már az úriember kifejezésből mi is erre. Igen, de már az előbb történt a szakítás, hogy ez kiderült volna. Aha, aha. Na jó, hát akkor te egy ilyen klasszik sértett babysitter vagy. Nem? Nem, egyébként egyáltalán nem. Nagyon tanulságos volt, az a pasi sem érte egy fabakát sem, úgyhogy nem vesztettem vele semmit. Jó, mondjuk azért kemény, hogy mama lenyúlja a pasira. Nem, nekem inkább azt fájt, hogy megszakadt a kapcsolat, mert a gyerekekhez viszonták, hogy egy év, az mégiscsak egy év, és kötöttem hozzájuk, és akkor így megszakadt minden. Aha. Egy neves bosszú se volt a zuhanyzott álcába? Nem, nem. Nem voltál? Nem voltál olyan, mint a zsombói kaki fantom? Köszi, hogy elmondtad, vigyázz magadra, ciao. Szia. Hello. Babysitter voltam, én 40-es nőnél 2 éves gyerekre vigyáztam, mánia, tetoválás és a piercing volt. Mindig meg kellett dicsérnem, mikor egy újat varratott magára, vagy új piercinget tetetett föl. Egyszer mondja, hogy megnézném az új piercingét. Mondom, persze. Egyszer csak kijön a szobából pucéran, hát milyen, na, hogy kisajak piercing volt. Gyere, drágám, mutatom. Ezt a mindenit. És lemegy spárgába. Tök jó volt. Hát meg kellett nézni az új piercinget. Hát nincs ez. Nincs ez baj. De nagyon stabil, nagyon tart. Hangos csak meg. Ez, nem húzod innen, olyan feces. San Franciscóban babysitteltem, ja igen. Hollandiában vigyáztam gyerekekre belga családdal, egy hét múlva el kellett menekülnöm, papa, mama Interpolnál dolgozott. Bezárták előttem az ajtót, megfenyegettek valamiért, hogy börtönbe zárnak. Atya úristen. Ausztráliáig mentem babysitterkedni, a szülők mikor randira mentek és a gyerekek aludtak, akkor azt mondták, hogy mivel alszanak, ezért nem jár az órabér, mert hogy nekem nem kell semmit csinálni. Hát menő, hát te ott közben olvasgatsz, tévét nézel, igazam, te is szórakozol. Igen. Londonban dolgoztam, mondom az anyának, a gyerek nem akar fürdeni, azt mondta, nem baj, a lényeg, hogy boldog legyen, a kisfiú 2 hétig nem fürdött. De nagyon tök boldog volt. Tök menő gyereknevelés, nem akar fürdeni, nem baj, legyen boldog. De drága anyuk, a 2,5 hét nem nagyon boldog a kisbüdös. Igen. Aztán sírt nekem, hogy rohad a bőre, pedig csak koszos volt egész egyszerűen. Rohadott. Hát is 2 hétig nem fürdik, hát legyen boldog az a gyerek, na. Hát de fürdik ért a szája. Hát de nélve. Hát most a veszekedve beimádkozod a kádba, vagy nem fürdik, de boldog. Érte. Nem? Igen, ma is büdi nap, végre. Nincs ezzel. A kis pikáns. Igen. Ja, Istenem, az egyik barátom Ausztriában babysitterkedett, körülbelül 1,5 éve dolgozik ott, és nemrég írt, hogy mekkora élményben volt része. A család, ahol van, állatokkal is foglalkozik, és az egyik tején terhes volt. Eljött az idő, és a tején szülni kezdett, nem volt otthon a férfi ember, csak a családanya, a gyerekek és a barátom. Az anyuka mondta az ismerősömnek, hogy segítsen neki, és a tehénnek a szülésben. Így végül ketten hozták világra a kisbocot, küldte nekünk Bálint. Milyen komplex feladat. Mihez értesz? Jöjjünk már, hol kell. Azért az, amikor babysitter kérdez, csak ott vagy egy ilyen tehén születésénél, és húzott ki a kis Joachimot, most más dolgod. Na igen.
Na jó van, köszönjük szépen. Köszönjük szépen az SMS-eket. Mutatjuk a beugrót, jó, figyeljetek. Nem várom, ez már a jó. Oh. Hallottátok erről a... Mi ez az utolsó? Ez mi volt? Nem Mark Ronson az utolsó, szerintem. Mi ez az utolsó? Charles Ronson. Nem, hát egy tök híres, tudod. Igen. Most. Mark Ronson? Nem, Bruno Mars. Na, aha. Nincs nektek ez odaírva valahova? Aha. Jó, és mit kellett hallani róla? De kiről? Így már nem mondom el. Most kétesélyes a dolog. Vagy Brunoról, vagy Markról van szó, de hogy loptad a dalt, loptad a dalt. Igen? Oh, igen, 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 macskos igen. Loptad a dalt, Bruno. Nem? Na jó, mindegy. 3 perc, pontosan 9 óra. De hallottátok ezt? Ti se? Írjátok meg nekünk, jó, hogy mit hallottunk. 2 darab dalcím, vagy 2 darab előadó. Én azt hallottam, hogy loptad a dalt. Igen, kiderült, hogy beperelte őket egy együttes, és összehasonlították a kérdelt, és egy az egybe. Tehát a fúvósokat, a dobosokat, minden. Sokba fog fájni, igen, perelést tesz. Jövünk Ákos ideje után, 2 perc, pontosan 9 óra. És most, hölgyeim és uraim, öveket becsatolni. Folytatódik Magyarország első és egyetlen morning show-ja. A mikrofonnál a hazai rádiózás legnagyobb sztárjai. Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri és Vadon Jani. Ez itt a morning show. Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora. Itt a Klassz FM-en. 9 óra után vagyunk, pontosan 12 perccel. Szép reggelt kívánunk mindenkinek, itt vagyunk. Szép szerda reggel, ne felejtsük el. Szép szerda reggel, igen. Hát ez... A városban most vajon csend van? Ezt a 3 napot azért kivették egy csomóan, nem? Sokan, remélem, szerintem ilyen... sokan kiütötték. Ilyen a közlekedés. Biztos, hogy ezt sokan el tudtak menni, akik megtehették. Azok elmentek egy picit így hétvégezni valahova, és akkor még azt a 3 napot azt így kiveszed. Kicsit levet eresztettek, azt le kellett róla önteni, hogy 2 liter öklevet. Ja, hát a 4 nap a melegben. A 4 nap a melegben. Aha. Ezt nem szereti nagyon. Nem. Nem szereti. Viszont nem lehetett kis teljesítmény Lacinak becipelni, mondjuk hogy nyilván autóval hozta, de hogy ez a tőkeze van, vagy 15 kiló. nagyon durva. De eresztett vagy 3 liter, de azt mondják egészséges. Persze. Az íze nem volt túl jó. Megkóstoltad? Persze, beleívott így állózacskóból. Jaj, de jó volt ez a Barcelona, gyerekek. Nagyon jó volt. Volt itt egy ilyen ajándék szaloncukrom, ez hol van? Szaloncukrom? Valahol ide volt. Kicsomagoltam. Kicsomagoltad? Aha. Ezt te csomagoltad? Nem lehetne, hogy leszokjál arról, hogy hozzányúlsz az ajándékaimhoz? Nem. Ezt nem tudom megmondani. Gyerekek, hát milyen aranyos ez a Hooligans. Küldött nekünk a Hooligans csapata, a Hooligans-es pulcsi, de ez a klasszik karácsonyi pulcsi, tudod, ami a rénszarvasos, meg ilyen. Hát tulajdonképpen egyfajta kinézetű. Tudod, ez az a nagyon kis kötött pulcsi, ami úgy van megcsömt, egy kötött pulcsi lenne, de nem az, nyilván egy sima pulcsi. Hooligans-es felirattal. Nagyon jó. Ja, és a srácok rajta is rajta vannak. A srácok is, igen, igen. És ezt miért kaptuk? Azért, mert Hooligans koncert lesz, és sokat tettünk a Hooligans együttesért. Ja, értem. Te jó munkásságukban. Nagy koncert? Nagy. Nagyon nagy, és nem decemberi, tehát azt gondolom tele volt az aréna. Már mert nem akartak túlakodni. Havasi 1, 2, 3, 4, 5, 6. Havasi lefoglalta december az aréna, gyerekek. Úgyhogy ezért van a repülők is csak februárban, mert gesztjék nem fértek be decemberre. Ákus és Havasi jövék az aréna. Még meg valahogy karamell. Egy Demién beletér. Egy Demién és egy karamell még úgy becsúszik, de nagyjából. Január 1-én. Stipstopi! Gyerek, a Havasi zenvehet kötték, következő 10 évre lefoglalta az arénát. Tehát ő minden. Minden évben ott van. Figyeld meg, hogy februárban már kint leszek a 2017-es Havasi koncerten. Ez vagyok benne. Úgy a világsztárral mindig valami. Azért kellemetlen, csak mert egy éven keresztül tartani kell ugyanaz a frizőr divathoz magát. Igen. Vagy pedig januárban megcsinál, aztán megint decemberben ugyanazt kell. Update legyen. Nem. Na, drága huligánszesek, köszönjük szépen, aranyosak vagytok. Sorsoljuk ezt ki, vagy adjuk oda valakinek szerintem. Jó? Most ez kivételesen menjen fel a morning show-ra, oké?
Mitől? Ne, 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 hogy tudja már le a mai posztját. Nem. De legyen oda a Balázsnál, és átveszi a Morning Show. Én elakadtam, mert rám szóltak, hogy lassítsak a posztok mennyiségén. Úgyhogy nekem még barszás képeket, meg videókat kell posztolom. Én még ott vagyok kronológiailag, valahol ott ülünk a meccsen. Figyelj, lesz majd egy 4 DVD-s verzió. Live in Barcelona címmel, mert hogy annyit forgattunk ott, mint az állat. Tehát rengeteg anyagunk van, Morning Show is kell valami. Ja. Akkor ez menjen a Morning Show, és akkor három. Három. Három, mert akkor különböző méret. SMXXL. Így van. De az enyémet sorsolhatom az én oldalamon, nem? Nem. Miért nem? Nem, mert csapatjátékos vagy. Nem ismersz még igazán. Kis csapat. Kis csapatjátékos, hogy egyedül játszolni. Hát mi ki az enyémet kisorsolom, és akkor le van tudva az is. Akkor megfélj, meg sorsolja sajátján az XXL-et, én meg akkor a Morning Show. Jó, és akkor mindenki sorsolom. Így van. A közlekedésben sajnos nem érződik a szünidő, ezt Perec küldte nekünk. Ennek ellenére egyébként baromi kevés a közlekedési hírünk. Tényleg viszonylag kevesen dolgoznak. Vagy hát azt gondoljuk, hogy kevesen dolgoznak. Az M0-as autópálya mindkét irányból teljesen jól járható Zozó küldte, valamint M3-as Pest felé a Kisasszonyi pihenőnél trafi három lábú kint van. Ezt Öcsi küldte nekünk. Köszönjük szépen. Ajtósi Dürer 29-5 van egy trafi, keleti felől érkezők mosolyogjanak. Moxi elküldte nekünk. M6-os 112-es kilométer kő. Sasszemek települnek a hídra, óvatosan a pedálokkal, ez pedig Csabi küldte nekünk. Köszönjük. Na, jó, jártak most a gyesevesek, a mávstartosok, meg a volánosok, mert hogy azt mondja, hogy kik is a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium meghosszabbította a bérleteiknek az érvényességét november 7-éig. Egy picit azt hittem, meg arra vártam, hogy a BKV is majd, vagy a BKK is csatlakozik majd ez a nemes kezdeményezés, de aztán nem tették. Nem? Nem. Reménykedtél, hogy meghosszabbítják a bérleted? Igen, bíztam benne. Nem értem egyébként, hogy miért nem. Tehát, hogy a budapestieknek nem kell utazniuk? Nem vagyok otthon bérletben, azt nem tudom. De miért kell a hosszabbítás egyébként? Hát az ünnepek miatt. Ja. Mert sokat kellett utazniuk nyilván minden szentek halottak napja miatt, és ezért. Úgyhogy Gyesev, Mávstart és a Volán helyközi járataira szóló bérletekről van szó. Pedig ahogy szorítottad a kis táskádat, mert abban van a BKB bérleted a repülőn, azt nagyon szerettem. Azt nem vettél tőle csenk. Vittem. A BKB bérleted? Vittem. De miért? Jó lesz kint? Félhetne, én vettem, az ennyi, nem fogja itt senki használni, addig meg különben is nem is tudnák, hiszen... Arcképes? Persze, arcképes és sorszámos. Jaj, de jó volt ott kint, gyerekek. Vittem egy pár felesleges dolgot magammal. Szerintem te szinte csak felesleges dolgokat hoztál. A táskáink tartalmát. Hát neked egy póló volt benne. Nem volt durva. Tűnye. Igen. Kabát nélkül azért eljöttél. Én eljöttem kabát nélkül, egy pólóval, egy fogkefével, egy fogkrémmel. Jött, és olyan hangja volt a táskának, hogy ment, mint egy rumba töknek. Zörgött. Nem volt benne hát semmi, benne csak semmi. Zörgött, így jobbra-balra. nem volt benne semmi, igen. Na jó, hívjuk akkor a nyertesünket. Jó, Mászerkád játékosunk. Gyere, Juliska. Rácsörgünk akkor. Apple tablet. Egy Apple tablet, így van. Reméljük, hogy Apple szerzett jószág, nem Apple. Úgyhogy hívjuk akkor a nyertest. Mondja, Gyuliska, mit csinál? Oké, most miért rakod rá a felelősséget? Nekem mindegy. Hívjál fel valakit, jó? Ugye fontos, hogy Mastercarddal kell vásárolni. Uh-huh. Nem ma, tehát nem kell, hogy mai vásárlás legyen igazából. Csak igazolnotok kell, hogy használtátok valamikor a kártyátokat az elmúlt 18-20 évben. És nem tudom, mi az időintervallum, de hát már nem kell, hogy mai vásárlás legyen. A karácsony szót és az összeget kell nekünk elküldeni SMS-ben. Jó? Egy. Így lehet bekerülni a játékba. Nagyon egyszerű. Hát most ez Mastercardosokra vonatkozik ez a játék. Akinek nincs, az most ne utálja ezt a játékot. Vagy vegyen egyet ma. Vagy csináltassuk. Igen? Jó reggelt, hello, Morning Show, Balázs, szia! Szia, Boskáni Erika vagyok, szendéges, jó reggelt, vagy jó napot! De jó kedvedben, úgy szeretem a jó kedvedben hallgatókat. Erika, jól értettem? Igen, Erika vagyok. Meg vagyok, tehát is. Hogy? Igen. A közep az mi volt? Mi volt a közepe? Mit mondtál? Nem értettük. Nagyon meg vagyok lepődve, igen. Nagyon meg vagy lepődve. Hol vagy te most, helyileg? Sárligeten. Sárliget, az merre van? Tatabánya mellett. Charlie, Tatabánya mellett. És mit csináltál éppen, mikor csörögtünk, Erika? Hát én nekiálltam takarítani unalmamba. Otthon? Otthon? Igen, itthon vagyok. Ú, az elég undok munka, ez a fürdőszoba takarítás, ez a vízkő, meg minden, nem? Igen, hát igen, de neki kell állni valamikor. De milyen jó kedved van? Általában igen. Miért?
Csak úgy, ez ilyen spontán öröm? Miért történik mindez így? Alapvetően ez a természetem. De jó, de jó. Szerintem. És hogy otthon vagy, vagy hogy nem dolgozol? Ápolási díjon vagyok, nekem beteg a gyerkőcöm, és vele vagyok itthon. Mekkora a gyermek? Hát ő már 23 éves uh-huh. lesz, úgyhogy... Nagy, de kicsi. Na most ilyenkor nem vagyok boldog. Tehát most egy kicsit elszorul a torkom, de amúgy alapvetően ezt így lehet túlvészelni, átvészelni, nem tudom. Tehát ez kell hozzá. Tudhatjuk, hogy mi baja van? Nem akarod, nem kell elmondani, csak kérdezem, hogy mi a probléma? Autizmus és sajnos cukorbetegség. Tehát így jönnek kis társbetegségek. Tehát a segítségedre szorult. Igen, teljesen. Na, figyelj, akkor változtatunk kicsit a játékszabályon. Jó? Igen. Na most mit szólsz? A szívem az nagyon dolgok, de... Nem tudom, mit jelent, de nem tudom, mit jelent, de akkor mondom. Nem. Jó. Igen. Akkor most már együtt. Könnyítsünk. Szóval... Nem vagyok. Ugye úgy volt, hogy mi minden nap adunk valamit, és akkor már eldöntöttük, hogy egy ilyen csúcskategóriás tabletet adunk. Igen. De most mi lenne, ha úgy csinálnánk, hogy mondjuk választhatnál, hogy mit szeretnél? Jaj, igen. Van egy wellness hétvégénk, esetleg, ha úgy érzed, hogy van lehetőséged elmenni, nyilván értjük a helyzetet, hogy nem biztos, hogy ezt választod. Van egy új telefon, amit még választhatsz, van a tablet, amiről beszéltünk, ez egy Apple tablet, tehát ez is nagyon jól használsz, ilyet, hogy valaki a családban használ, vagy segítség. Ahogy a is. Illetve van egy 100.000 forintos játék vásárlási utalvány, de hát ez játék, szóval ez lehet, hogy kisebb gyerekeknek lenne. Nem, ez biztos, hogy nem. Wellness hétvége, tablet, vagy személyszámítógép, vagy egy új iPhone 7-es, ezeket tudjuk ajánlani, ebből te most választhatsz, jó? Ja, Istenem, de jó lenne, ha most itt van lenne a lányom, és tudna segíteni. Hát a bát meg a számat féljük, döntsön, ő elféljük a lányodat. Mit csinál? Dolgozik? Igen, dolgozik. Ő ismeritek, mert nem akarom kimondani, a Méhecskés műsorban szervezte. Dolgozik, igen. A Méhecskés műsorban? Amikor voltatok kint. Voltunk egy ilyen nagy bevásárlóközpont. Ja, igen. Ja, tudom. Próbálom nem kimondani a neveket. De emlékszünk. Már megbüntetett sokszor minket a zenem. Há, már nem. Máhova. Na figyelj, akkor most nem tud meg le-SMS-ezni vele? Vagy hogy mi legyen? Mert hát nekünk a te számod van meg. Nem is tudtuk, hogy ez a kapcsolat igazából. Mi legyen? Válasszál te, hát olyan nagyon nem lehet mellé nyúlni. Mit lehet? Most már nagyon vagyok képben. Figyelj, van egy telefon, egy új iPhone. Na, jól hangzik. Igen. A számítógép vagy a wellness hétvége, ha kilőttük az utalványt? Számítógép. Hát ilyen tudod, ez a laptop-szerű. Vagy lehet, hogy egy ilyen iPad-szerűség, nem tudom ez most melyik. Csúcskategóriás tablet, akkor lehet, hogy egy ilyen iPad. Na. Legyen a számítógép. Az iPad, ez a laptopos. Igen, jó az, legyen? Jó. Azt még mondd el, hogy emlékszél, mikor használtad a Mastercardodat, amit elküldtél? Igen, ma hallottam, ugye, meg tudtam, hogy lesz, mert a lányom is mindig játszik, és reggel az ilyen készülődés közben, ugye, hogy na, akkor ma indul, és így lementem a kis boltba, ami nem messze van tőlünk, és mondtam a lányoknak, figyeljetek, ezzel fizetek, és mondom, már csak nyernem kell. És bejössz, de jó. Ja, Istenem, soha nem nyertem, tudom, hogy sokan azt mondja. De kész. Na, figyelj, mi valahogy egyébként jó érzékkel választunk. Jó, oké. Okay. Jaj, ez nagyon. Hú. Örülünk, akkor szerintünk jó helyre megy, Erika, ügyi vagy, hogy akkor ma látod, egy megérzésre hallgatva lementél és vásároltál. A játék lényeg egyébként nem is kell sokat költeni, tehát akinek van kártya, 200 forintért vásárol, az is jó. És akkor megvan a csúcskategóriás Apple tablet, jó? Jó. Jaj. Küldjük valamikor, szerintem pillanatokon belül készhez jön, mert ugye hát mi most így karácsonyozunk, hogy egy eszuska majd viszi akkor neked, nem sokára. Hú, hát ez, tehát én mindig amikor jönnek, hogy ezt nem hiszem el, tehát én mondtam, hogy ezt biztos, hogy nem fogom mondani, tehát ilyet miért mondanak?
De valahogy most így átérzem, és tényleg ez a... Tényleg én vagyok. Na jó van, hát akkor jó helyre ment. Puszilunk, Erika. Nagyon szépen köszönöm én is. És minden jót nektek is. Köszönjük, puszi. Köszi szépen, sziasztok. Ciao, hello. Sziasztok. Volt benne illető. Igen. Jó helyre ment, akkor jó. Tökéletes helyre ment. Tökéletes helyre. Igen, akkor végül is az alap kiinduláshoz értünk vissza, tehát azt vitt el, amit ugye felajánlottunk igazából. Itt tehát van egy iPhone 7-esünk, egy wellness hétvégünk és egy 100 000 forintos utalványunk. Az egy játékutalvány, tehát lehet, hogy olyan családoknak lenne jó, ahol gyerek van. Ahol kisgyerek van. Míg 100 000-ért nem kevés, bemész. Hát, valamelyik kis játékboltban. Tudsz venni érte. Azért abban szépen, szépen bevásárolsz. Na jól van, oké. Gyerekek, meghalt az SMS falam. Eltűnt az összes SMS. Igen. Nektek is, most visszajött. A hajnali 5 órás siak között lehetett válogatni. Igen, most visszajött. Játszunk egy jó kis hármasugrást, ha minden igaz, és Juli tudott valakit hívni, már itt is van a hallgatónk. Hármasugrás a Morning Show-ban. Felkészültél? Akkor fuss neki! Hacker támadás áldozatai lettünk. Valaki ellopta az SMS-eiket. Elvitték az SMS-eket, igen. Igen. Na, itt hallgatunk, ha minden igaz. Írjátok sokan, hogy olyan mondani, a Tracy hangja egyébként tényleg a Tracyhez hasonlított. Igen. Halló, jó reggelt! Halló! Halló, sziasztok, fiúk! Szia! Már megint te vagy? Megint? Nem, én egy másik Erika vagyok. De hogy még a hangod is hasonlít. Hello, Erika, jó reggel, ciao. Sziasztok! Honnan hívtál minket, Erika? Hát Heves megyéből, egy kis faluból. Na! És hogy? Hát most itthon vagyok Gyeden a kisfiammal, és szoktalak benneteket hallgatni, és úgy gondoltam, hogy megpróbálom. Megpróbálsz bennünket olyan, hogy megírni, hogy mit hallottunk, és akkor bekerülne a játékba. Igen. Mekkora a gyermek? 15 hónapos múlt. Máténak hívják kisfiú. Megy majd bölcsiben? Vagy csak az óvi az első majd, amit elkezd? Hát még meglátjuk, nem tudom biztosra még. Ahogy viselkedik, mi? Ha jól viselkedik, maradhat, ha nem, akkor, nem, akkor, nyomás. Akkor megy a bölcsibe. Első gyermek? Hát rég eleven kisfiú első gyermek, de nagyon cuki egyébként. Aha, hát csak picit eleven. Hát az ilyen, persze, az első gyermekek azok mindig elevenek, általában a másodikok nyugisak, de hát aztán ez persze nem mindig törvényszerűség. Jól van, és mit csináltok ilyenkor egész nap? Sétáltok, jöttök, mentek? Gondolom, nem? Hát délelőtt szoktam főzni, aztán kimegyünk vele egy kicsit, vagy remélem, hogy nagyot alszik utána, mert nem nagy alvó délutánomként. És akkor kezdődik a délután, az ember megvárja, hogy este legyen. Ismerős, persze, és már el is ment a nap. És aztán másnap kezdődik előről. Oké, milyenek a kérdések, Jani? Hát picit talán nehezebb. Bekeményítettél? Múlt héten igen, egy kicsit könnyűek voltak, most egy kicsit nehezebb. Hétfőn szoktak könnyűek lenni, és most kimaradt, hogy hétfőkön. Igen. Mindjárt megtalálom, és akkor rögtön tudom mondani, de hogy nekem ez így nincs nagyon. Hatos oldal. Igen? Van ilyen? Alul. Ott van. Mehetünk? Igen. Melyik európai ország zászlaján látható kék alapon egy sárga kereszt? Svédország? Úgy van, de jó vagy. Úgy van. Menjünk tovább? Igen, még a másodikat megpróbáljuk, úgy beszéltük meg. Kivel, a gyerekkel? Nem, itthon van az apukája is. Na, hát, ha ő tud segíteni, figyelj, az jó, melyen sportos kérdés, hát ez nem is annyira könnyű. Melyik csapatsport képviselője a magyar származású német olimpiai bajnok Marozsán Jennifer? Úristen, fiú! Jani, tényleg nagyon bekeményítettél. Olimpiai és Európa bajnok magyar származású, még itt született Budapesten, aztán az édesapjával együtt, aki szintén ennek a sportágnak volt a képviselője, kiköltöztek Németországba, ahol aztán fantasztikus karriert futott be a lány. Idősebb Marozsán. Foci, de... Hogy van? Az. Nyugtasson meg a tudat. Fingom se volt, nekem sem. Ez csak egy tipp volt. Jó volt. A labdarúgás talán legnagyobb. Ez az egy, ami eszembe jutott. És büszkék vagyunk rá nagyon, mert hogy ugye tényleg magyar származású sportolóról van szó. Női box, női foci, női súlyemelés. Se érteni, se nézni nem bírom. Tényleg, egyszer nem értem. Kivéve a női iszabírkozást. Az vicces. De még nem olimpiai. Mi legyen a harmadik kérdése? Most csak bemutató sport. Hát azt mondják, menjünk tovább. Na, melyik században zajlott az amerikai függetlenségi háború? Megkapkodjatok. Századba. Na, mondjunk egy tippet. Ott a párod? Igen, itt van, de már ott van körülötte a kisfiú, úgyhogy egyikük se tudja szerintem.
mondjuk 18. század. Figyelj, akár tudtad, akár nem, akár tippeltel, akár nem, ez végigment. Akár internetről olvastad, így akár van, nem. Akár jó nem. Van, na, csak átverekedtük magunkat a kérdéseken. Akár küldünk ajándékot, akár nem. Igen. Erika, megvan az ajándékcsomag, ráadásul a teljes. Köszönöm szépen, nagyon szépen köszönöm. Küldjük, jó? Igen, köszi, fiúk, köszi. Ügyik vagytok, sziasztok. Hello, hello. Gyerekek, az NMH most már lefoglalja az SMS-eket, és kérdezik, visszaadták, megjöttek újra az SMS-ek. Na, valaki csak én itt vásárolt, a Mastercard-dal játszunk, persze, holnap lehet majd újra játszani. Nagyon szép nyereményekért. Szép nyereményekért, így van. 9:30 van, pontosan jövünk mindjárt a nap legjobb pillanataival. Ez itt a Morning Show, a Klassz FM-en. 3:10 lesz, pontosan 6 perc múlva. Hello mindenkinek, jó reggelt, drága hallgatóink, itt vagyunk, mutatjuk, hogy mivel is foglalkoztunk ma reggel. Ugye egyrésztről megpróbáltuk megfejteni, illetve pontosabban elkapni a zsombolyi kaki fantomot. Szerettem a hírt nagyon. Nagyon jó. Hát meg a név, gyerekek, zseni. Hát igen, már fantom. Több újság is megírta, a Délmagyar, ugye ebben a furcsa címmel tálalta. Hónapok óta tart a zsombolyi kaki fantom, ugye? Lehet, hogy van valaki, aki szeptember óta 12-szer tette tiszteletét a zsombolyi buszmegállóban, de nem sikerül elkapni, hogy ki ő, nem tudják, hogy ki ő. Minden esetre már térfigyelő kamerákat próbálnak felszerelni, hogy elkapják a zsombolyi kaki fantomot. Kerested? Igen, kint kerestem, nem találtam meg, de rám vezető bizonyítékokat sem, hála jó Isten. Úgyhogy megpróbáltunk segíteni a zsombolyiaknak felgöngyölíteni az ügyet, elkapni, hiszen már volt a sárbogárdi rém, aki ezgetett, most pedig a zsombolyi kaki fantom, de ránk lehet számítani, ha ilyen ügyről van szó. Megérkeztünk, és egyfajta verbális segítséget nyújtottunk a zsombolyiaknak, hogy lehetne megtalálni, előcsalogatni, és elkapni. Erről volt szó, valamint babysitterkedőket is kerestünk, babysitter munkátvállalókat is, mert hogy ugye volt egy csajci, aki 14 babysittert fogyasztott el, és aztán leírta, hogy kivel mivel volt a baja, illetve a babysitterek is leírhatták, hogy mi volt a baj a munkaadójukkal, és vártuk olyan hallgatóink hozzászólását, akik szintén dolgoztak már babysitterként, hogy mi volt a házigazdával a gond, és miért jöttek el. Egészen érdekes történeteket találtunk, és érdekes történeteket hallottunk, úgyhogy jönnek már is a nap legjobb pillanatai. Ez itt a Morning Show, a Klassz FM-en. 3:40 múlt, pontosan 4 perce. Olyan jó film jön most a mozikba. Előzetes alapján? Nagyon jókat olvastam róla, nem. Hallottam már róla, igazából. A... UFO rejtély. UFO-s. UFO-s. Tényleg UFO-s egyébként, földön kívüliek érkeznek meg. Az a film cím, hogy Érkezés. Aha. És nyelvészeket visznek be az űrhajójukba, hogy fejtsék meg, hogy mit akarnak mondani. Mert akarnak kommunikálni velünk. Én imádom az ilyet. De nincs epi, de nem tudja. Amikor a világ számos pontján egyszerűen, mint bemondja Sienna, hogy 12-450 méter magas objektum megjelent, és itt lebegnek a föld fölött, és senki nem tudja, hogy mit akarnak, csak ott vannak. Csak de a nem... tényekben nem beszélnek róla. Jó, hát a tényekben másról beszélnek. És aztán bemennek az űrhajóba. A Sicariónak a rendezője csinálta, illetve az, aki most a Szárnyas fejvadász 2-t is forgatja éppen itt. Ez az előző filmje. Jónak, jó, ez jó kis sci-fi. Jónak tűnik. Izginek tűnik. És érkezés megeszik a nyelvészeket. Nem tudom még mi a vége, de ezt meg kell nézni. Igen. Nagyon, nagyon jónak tűnik. Nagyon jónak tűnik. Aztán, ami marad belőlük, azt tudok a kaják zsombor a busz megállóba. Kiderül, hogy ők a zsombolyi kaki fantom. Na, jó, szegények. Na mindegy, szóval nem, tényleg jónak tűnik, úgyhogy ezt meg kell nézni. Én meg rábukkantam egy marha jó sorozatra, ami szintén téged is érdekelett. Mondj valami jót. Elképesztően minőségi. Westworld az a címe. Hogyha valaki annak idején látta, vagy emlékszik, volt egy nagyon nagy klasszikus ilyen skiff film, az volt a cím, hogy Feltámad a vadnyugat, én azt nagyon-nagyon szerettem annak idején, és arra a sémára készítettek egy sorozatot is, nagyon-nagyon jó színészekkel, Anthony Hopkins-szal például a főszerepben, és arról szól, hogy készítenek egy vidámparkot, az a vidámpark pedig nem más, mint egy ilyen, gyakorlatilag egy ilyen vadnyugati helyszín, ahol az emberek elmehetnek, befizetnek egy kis szórakozásra, és gyakorlatilag belebújhatnak a vadnyugati hősöknek a szerepébe. És androidokkal van benépesítve az egész település, illetve gyakorlatilag ez az egész díszlet, full profi módon, és vannak ott prostik, vannak ott cowboyok, vannak ott tehénpásztok, stb. Az egész. Zseniális. Annyira minőség, hogy megdöbbentő. Fantasztikus. Fantasztikus. Most olyan 4 vagy 5 rész ment le belőle eddig. Amúgy android tehénpásztorok? Android tehénpásztor. És ott még a tehén is android, öcsém. Mi a címe? Westworld? Westworld. Na, adok neki majd egy
egy esélyt. Nem megnézzük. Fogod megbánni. Jó? Rég láttam ilyen minőségi sorozatot. Tényleg. Nagyon. Jó, megnézzük. Szeretem a sorozatokat, bár most már nem tudok nézni. De mindig jót alszom. Jót alszom rajta. Na, hívjuk gyorsan akkor a naphallgatóját, aztán elköszönünk. Csabi nincs. Szabadság, nincs. Ugye kivette ezt a három napot ő is, amit mondtunk, hogy sokan megtették, mert a gyerek otthon van, és akkor Csabi is otthon van. Így van. Tehát a gyerekek otthon vannak. Move Hunter van helyettem a... Mif és Move Hunter. Légy szíves, hogy megy az ipar? Légy szíves, ezt mondd vissza, János, mert én már... Ahogy vonom vissza, megkomolyodtam. Benne én már megkomolyodtam, az igazit keresem. De tényleg, mindig mondtam, és ti persze mindig kinevettetek, de a gyerekek lassan... Helye, nincs ajtad füles, csak azért. Az nem baj. Fölvette a hallgató. Halló! Halló! Nem mondtad, hogy Morning Show, Balázs, szia! Hát még... Most... Ja, nem mondtam, hogy Morning Show, igen, de hát nem mondtam. Jaj, adjuk oda neki, ha én nagyon jó szülő vagyok. Betelefonálok, és értek, azért nem mondtam, de ez így most nem publikus, tudod. Hogy hívnak, ciao? Sanyi vagyok, szia. Sanyikám, hát írtál nekünk SMS-t. Igen, kettőt is. Kettőt is, de ráadásul aztán elfelejtetted. Igen, így van, igazatokban. Jó, hát ilyen naphallgatója te vagy, csak sajnos ajándékcsomagot nem tudunk adni. Nem baj, az erkölcsi elismerés nagyon fontos tőletek. Az a tiéd mindenképpen. Bögrét majd festek magamnak. Bár egyébként tőletlenek oknám. De ha meghallgatod a reklámblokkot, akkor hallhatod, hogy van egy csomó szép ajándékunk, ami viszont jár neked. Jó? Viszont, bocsánat, hogy hadd küldjön valakinek egy dalt, ha már kívánság műsor. Ne tarháld már el a hallgatót. Nem tarhálom, csak legalább biztos van valaki, akit szeret és küld el neki egy dalt. De most mi van, ha bemondoljat, amit nem tudsz teljesíteni, akkor rábeszéled valami Bruno Marsra? Nem. Azt szoktam mondani, hogy csak üzenjen, ne dalt válaszol, csak üzenjen. Aztán majd te hozzárakod azt. Persze. Egy remek zene. Jó vagy. Üzenj valamit, Sanyikám. Hát akkor a páromnak szeretném üzenni, nagyon szeretem. Hát komolyan mondom, de lennék a párod. Jól van. Én meg nézném. Sanyikám, küldjük az üzenetet, hallgass meg a reklámblokkot, jó? Köszönöm szépen. Köszi, csáó. Szia. Te jársz moziba, Gábor? Én nagyon sokat, egyébként még csak egy mondat, a hétvégén volt egy ilyen hallgatom, hogy küldenék a feleségemnek egy dalt, mert nagyon szeretem, bár nem érdemli meg. Ez jó, ez mit küldött? Emiatt valamin összevesznek, nem tudom. Persze. Ja. Megtalálok még, oké. De ilyen éjszakai moziba jársz, nem? Gondolom. Persze. Nem kevesen vannak, és fűzheted a csajokat a hátul a leghátsó sorba. De ezt mikor fogom tudni levetkőzni? Ezt mindig soha. Rajtam marad? Ezt ha két vagy. Gyerekem lesz, akkor is sose lesz két gyereked. De picit irigykedve nézzük neked rá, is van. Már észre. Hát igen, de 30 évesen elkezdtem, te meg 50 vagy. Hát jó, hát még van időm. Az is igaz, hát fagyasz le a spermáidat. Azon már meg vagy. Tényleg lefagyasztottad? De hogy fagyasztottad. Volt rá igény. De egyébként felhívtam egyszer egy bankot, és azt mondták, hogy hát sajnos a magáit már nem tudjuk, mert hogy már túl koros. Aztán kiderült, hogy egy OTP volt. Igen. Jó, igen. Ne rúgjunk arra, mivel ez a KNH-s olyan, és nem tudunk ilyet csinálni. És nem mondtad, hogy ne csináljuk, mert ezt mit csináljuk ennyivel. Ugye milyen jó hozzánk beülni? Én ne örülök tényleg, az Abházit is mindig hallgatom, hogy nyúzzátok meg. Na mondj valami zenét, fingod nincs mi lesz. Mind? Ne, mindegy, akkor hagyjuk. Lesz az Imanitől a Don't Be So Shy, ez egy nyári sláger. Sose hallott Don't Be So Shy. Nem, jó lesz, hallgassátok meg majd. Rögtön az órát ezzel indítottam. Ez nem is érdekes, mert úgyis olyan uncsi a sztori. De hogy a forgatás közben találkoztam vele, képzeljétek el. Csinálja ugye a kis videóit, ezeket az autós videókat, és éppen Király Lindára várt. Bizony. És abba az étterembe jött be kakéna, ahol én ebédeltem. Hol vártál? Tényleg. Figyeljetek, ez tényleg jó beülni. Nem lehet, hogy minden nap legyen reggel egy rovatom, hogy így kezdődjön rögtön egy hideg zuhany, és de annyira másra. Ez az Andrássy úton a Louis Vuitton bolt előtt? Én mindenképpen oda járok. Csomagokkal? Nem, te, hogy Zimányra vártál, azt mondom. Király Linda, nem Zimány Linda. Ja, Király Linda, ez a hülye Zimány mondod. Mondod, hogy rajtam nincs füles. Ez a hülye Zimány mondod. Nem, az két nagyot halló. Ja, Imány, nem Zimány Lindát mondtál? Most ébredtél, vagy mi van? Nem Zimány Lindát mondtál? Király Lindát mondtam. Biztos? Tényleg azt mondta. Csávó. Kész vagyok. Ez hülye vagyok. És már tíz. Azt hittem, hogy Zimány Lindára vártál, de közben Imány, és akkor Király Linda. Jó. Na jó, Csavik, Csavik, Csavik. És képzeljétek el, egy forgatás közben találkoztam vele, tudjátok, csináljátok is. Gábikám, jó munkát neked, ez a lényeg. Kész van az anyag? Kész. Jó, fönn van már? Jövő héten. Na, jó. Jó, megnézzük. Melyik ez? Mit kell nézni? 4 perc, pontosan 10 óra. Jön a kívánság műsor, jövünk holnap 6-kor. Szevasztok! Ciao, ciao. Hölgyeim és uraim! Ez volt a műsor, amelyre az ország ébredt.